Tisztelt résztvevők, kedves konferencia! Hát az élet az felülírja a napi rutinunkat és szokásainkat. Most az online térben találkozunk, az első ilyen tudománynapi ünnepi ülésünk, és reméljük az utolsó is, amelyet így kellett megszervezni, de ezzel együtt a tartalom nem sérül, és remélem, hogy jól fogjuk magunkat együtt érezni az online térben. Köszönjük a Magyar Tudományos Akadémiának, hogy lehetővé tette, hogy ebben a formában együtt tudunk lenni, és a mai ünnepi ülésünket meg tudjuk oldani. A jövőformáló tudomány, ugye, amelyik átíveli az ezévi tudománynapi ünnepséget. Nagy örömünkre szolgál, hogy két kiemelt előadásunk is volt itt a program sorozatban. A gépi tanulás a Hivatalos Statisztika Szolgálatában ma Kornélia KSH elnök helyettese előadásában, illetve a mesterséges intelligencia jövőkutatási kihívásai Meskó Bertalan orvosi jövőkutató előadásában. Mind a két előadás visszanézhető az MTA YouTube csatornáján, ha valaki ezt élőben nem tudta követni, akkor megteheti, hogy utólag megnézi, és ezt ajánlom is minden kedves résztvevő figyelmébe, sőt, hívjuk fel mások figyelmét is erre a két nagyon izgalmas és érdekes előadásra. Most akkor elkezdjük az első blokkunkat. Ugye azt mondtuk, hogy jövőkutatási fókusszal bonyolítjuk az első részt, és a statisztikai háttér következik a második szakaszban. De ahogy az absztraktokat olvastam, meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon örömömre szolgált, hogy nagyon összeér a két tudományterület. A jövőkutatók is fantasztikus adatbázisokat mozgatnak, statisztikai adatokra támaszkodva készítették el az előadásaikat, és a statisztikusok sem nélkülözhetik a jövőbe tekintést, akár szoftverfejlesztésről, akár módszertani vagy kutatói perspektívákról van szó. Én nem is szaporítom tovább a szót, megkérem Kristóf Tamás egyetemi docens kollégánkat a Budapesti Corvinus Egyetemről, hogy mesterséges intelligencia és gépi tanulás a hitelkockázat előrejelzése területén címmel tartsa meg előadásukat, előadását, mi pedig hallgassuk érdeklődésre. Én le is halkítom a mikrofonomat, 25 perc áll az előadó rendelkezésére. Szeretném, hogy ezt sikerülne tartani, és megkímélnének attól, hogy közbe kelljen szólnom, és az időre figyelmeztetni, úgyhogy Kristóf Tamás, önni a szó, parancsoljon. Jó, hát mesterséges intelligencia gépi tanulás önmagában is egy rendkívül átfogó téma. A hitelkockázat előrejelzés is egy külön téma, de egy együtt az egy rendkívül izgalmas és rendkívül aktuális kutatási téma, főleg a COVID válságban, ahol növekvő hitelkockázatokat tapasztalunk, amelynek az előrejelzése az még nehezebb, mint az elmúlt pénzügyi válságban. Hogy szűkítve a témát, én kizárólag a csőd előrejelzésről fogok a hitelkockázat kezelésen belül beszélni, ami statisztikai értelemben egy bináris klasszifikáció, amely egy két kimenetelő osztályba tartozó célváltozó, vagyis a csődesemény bekövetkezési valószínűségét igyekszik előrejelezni, arra alkalmas több változós módszerekkel. És hát nyilvánvalóan számos magyarázó változó tudja csődöt megfelelő technikák segítségével megfelelően előrejelezni, amelynek az eredménye egy 0 és 100% közötti csőd valószínűség lesz. Magyarországra tekintve, tehát a magyar tudomány ünnepe, de ez most nem az amerikai, meg nem a kínai tudományé, azt mondhatjuk fejlődés történeti megközelítésben, hogy a csőd előrejelzés egy 30 éves múltra tekint vissza, a 90-es évek elejétől napjainkig. Ez a bináris klasszifikáció kezdetben ugye hát a rendszerváltás teremtette meg azt a csőd jogi környezetet, amelyben egyáltalán lehetővé vált ezt a problémát kutatni.
kezdetben nálunk is ugyanúgy, mint fejlettebb országokban korábban, lineáris vagy linearizálható kismintás keresztmetszeti adatokból készültek az első csődmodellek, diszkriminanci analízis és logisztikus regresszió segítségével. Az első modelleket Virág Miklós önállóan dolgozta ki, majd utána Hajdú Ottóval közösen folytatták a munkát. Nagyjából a 90-es éveket ez jellemezte. A 2000-es években gyalogoltunk bele a gépi tanulási eljárásokba, amikor a döntési fák és a neurális hálók kezdtek elterjedni a szakterületen, és különös jelentőséget adott a klasszifikációs módszertan fejlesztésnek, amikor a Basel II átállás közeledett, 2008-ban történt meg a implementáció, amikor gyakorlatilag megengedte a Bázeli Bizottság, hogy európai hitelintézetek saját modellek segítségével számítsák ki a tőkekövetelményüket. Ez egy óriási ugrás jelentett a területen. Majd jött a pénzügyi válság, ezt követően rávilágítottak a tapasztalatok arra, hogy nem csak keresztmetszeti, meg elmúlt néhány éves adatbázisokon kell csődelőrejelzést folytatni, hanem egész gazdasági ciklusokon átívelően, ez a through the cycle modellezés, és hát az alkalmazandó változók sem egészen jók, ha csak az utolsó évi tényadatot nézünk, egyértelművé vált, hogy dinamizálni érdemes a változókat, az utolsó időszak előtti időszakokból dinamizált változók képzésével, és megbízhatóbb a csődelőrejelzés. Aztán a 2010-es évek második felétől egyértelműen uralja a területet a gépi tanulás, a mesterséges intelligencia és a hibrid modellezés. Jelenleg ezeknek a különböző kreatív kombinációja jelenti nem csak Magyarországon, hanem világszinte is a kutatási terület legnagyobb kihívásait, adatbányászati versenyeket szerveznek, ez egy nagyon kúrens terület. És akkor milyen szerepe lehet a gépi tanulásnak a csődelőrejelzés folyamatában? Itt a folyamatnak két elemét szükséges megemlíteni. Egyrészt a modellezési adatbázis összeállítása. Most túl vagyunk már rég azon, hogy folytonos pénzügyi mutatókból, ilyen hányados jellegű viszonyszámokból jelezzünk előre csődeseményt, ugyanis az élet bebizonyította, hogy a folytonos változók nem megfelelően alkalmazhatók, amikor nem lineáris, meg nem monoton a kapcsolata a magyarázó változók és a célváltozók között. Ebbe segít a gépi tanulás. Egyrészt abba, hogy a folytonos változók a nem monoton és a nem lineáris viselkedés figyelembe véve megfelelően kategorizálásra kerüljenek, és abba kifejezésre kerüljönnek kritikus intervallum határok, ahol jobban vagy kevésbé jellemző a csőd. Erre döntési fajjárások a legelterjedtebbek, valamint új változók képzésére, úgynevezett cross variables képzésére is kiválóak a gépi tanulások, elsősorban több változó kombinálásából alkotott rule setekkel az eredeti változókból sokkal stabilabb és nagyobb modell teljesítményű csődelőrejelzés valósulhat meg, ha élünk ezzel a lehetőséggel. Valamint, ha megvan a csődmodell adatbázis, értelemszerűen a gépi tanulási eljárások kiválóan alkalmazható klasszifikációs modellek kifejlesztésére, erre mondok hamarosan számos példát. A modell teljesítményt ugyanúgy kell értékelni, mint régen a logisztikus regresszió esetében. Én 2003-tól szoktam menetni a hazai gépi tanulási eljárásoknak a történetét. Elsőként Kiss Ferencnek a disszertációját kell megemlíteni 2003-ból, aki nem csak a módszertanokat, hanem az egész döntéstámogatást, a struktúrát, adatgyűjtést és a feldolgozást helyezte egy egységes keretrendszerbe, credit scoring megközelítésben, és első alkalommal rendezte Magyarországon hierarchiába a kimondottan csődelőrejelzésre alkalmazható több változós eljárásokat, amelyekben már a tanuló algoritmusok is benne voltak. Hát ha megkérdezik, hogy ki ez a Kiss Ferenc, annyit mondanék róla, hogy a PhD témavezetője a Messéna Miklós volt
tehát így érthető a érdeklődés a statisztikai módszerek iránt. Az első empirikus publikáció népi tanulási eljárással, a Virág Miklóssal közösen született 2005-ben a Közgazdasági Szemlében, amikor az első hazai csődmodellt fejlesztettük újra a két köztes réteget tartalmazó neurális hálókkal, és hát egyértelműen jobb modell teljesítményt tapasztaltunk, mint a 90-es években a hagyományos klasszifikációs eljárásokkal. Aztán 2008-ban, ez az én nevemhez fűződik szintén, az önszerveződő térképeknek a csődelőrejelzésbe való bevitele. Itt a vizuális klaszterezés és a változó szelekciós képességét emelem ki az önszerveződő térképeknek, amellyel jelentősen hozzájárult a fejlődéshez. Ezt követték a Support Vector Machine modellek. Az elsőt Virág Miklós és Nyitrai Tamás publikálta 2013-ban, szintén az első hazai csődmodell adatbázisán, és hát jobb eredményt értek el, mint a neurális hálóval. Ezt követte egy évvel később a halmaz elméleten alapuló Rough Set Theory, szintén az első hazai csődmodellnek az adatbázisán. Itt igazolást nyert, hogy egyszerűbb ilyen ha-akkor könnyen interpretálható szabályokkal is lehet legalább ugyanolyan megbízható csődmodellt készíteni, mint a Support Vector Machine-nál vagy a neurális hálókkal. 2015-ben Nyitrai Tamás nevéhez fűződik a K legközelebbi szomszéd eljárásnak a hazai empirikus csődmodellezése. Több K-értékkel, több távolságfogalommal próbálta ki a hazai kutató az eljárást, egyúttal a dinamizálást is belevéve a modellezésbe, és egész jó eredményeket kapott vele. Aztán jöttek a gödöllőiek 2016-ban, az úgynevezett kokó hasonlóság elemzéssel, meg a vízváj adatbányászati eljárással, benchmarkként használva a neurális hálókat és a logisztikus regressziót. A kokó nem váltotta meg végül a világot, de a vízváj adatbányászati eljárás az jobb lett, mint a neurális háló és az összes ismert benchmark módszertan, amit kipróbáltak. Majd 2018-ban szintén én a case-based reasoning eljárás a statisztikai szemlében került publikálásra. Hasonlít egy kicsit a K legközelebbi szomszédhoz. A lényeg, hogy a döntési fáknál jobbat sikerült kihozni, de a neurális hálóktól elmaradt a case-based reasoning modell teljesítmény. És hasonló következtetésre jutott a KPMG részéről Boros Bence ugyanebben az évben, aki a gradiens boosting módszerrel fejlesztett csődmodelleket. Nagyon szép szakmailag, amit csinált, de nem lett jobb, mint a neurális háló meg az SVM, tehát gazdagította a módszertan családot, de a életrendjét nem borította fel. És akkor nézzük még a módszer kombinációkat, mert ezek a legizgalmasabb eredmények. Először az ELTE munkatársa Bozsik József kombinált gépi tanulási csődmodellt. Egy rétegű perceptron hálókat kapcsolt a C4.5-ös döntési fa csomópontjaihoz, és hát sokkal jobb lett, mintha csak a C4.5 döntési fát önmagába használná. Ezt a logikát megfordítva egy évvel később Virág Miklóssal közösen a chain döntési fákkal diszkretizáltuk a folytonos változókat, és azokat építettük be a több rétegű neurális hálóba, amely szintén sokkal jobb lett, mint a folytonos változókból építenénk neurális hálót. Majd jöttek a metamódszerek, az Ensemble Classifier-ök, itt Virág Miklós és Nyitrai Tamás az AdaBoost és a Begging metamódszert kombinálta C4.5 döntési fával. Ez egy nagyjából annyit jelent, hogy visszatevéses mintavételt vesznek a modellezési adatbázisból, és többször futtatják le a C4.5 döntési fát, és átlagolták az eredményeket. Határozottan jobb lett, mint a sima C4.5 döntési fa. És akkor az említett Bozsik József disszertációja 2016-ban, ahol fázi rendszereket kombinált az SVM-mel, valamint Gauss folyamatokat neurofázi rendszerekkel adaptív módon.
Hát ez 94%-os besorolási pontosságot ért el. Jelenleg ez az általam ismert legbonyolultabb csődmodell, amit magyar kutató Magyarországon publikált. Mik az aktuális kutatási problémák, amelyek jelenleg foglalkoztatnak bennünket? Hát első körben a Big Data, ami a gépi tanulási modellezésre nagy hatással van, elsősorban a magánszemélyek hitel kockázat kezelése területén, nem struktúrált adatok bevonása, telefonhasználati szokások, közösségi média használati szokások egyértelműen igazolást nyert, hogy amelyik magánszemély nem fizeti a kölcsönét, a közüzemi számláit, meg a gyerektartást, az egész máshogy viselkedik a közösségi médián, meg a telefon is máshogy használja, tehát kiegészítő változóként tudják gazdagítani nem struktúrált változók a modell teljesítményt. Akkor a Big Data világított rá a változó szelekció fontosságára, mert amikor milliós nagyságrendű rekordszámok mellé százas nagyságrendű változók keletkeznek, nem feltétlenül elég a Pearson-féle feature selection, hogy a nem megfelelő kapcsolatú változókat kiiktassuk a modellezésből. Erre is nagyon jók a gépi tanulási eljárások, részben az említett döntési fa, vagy az önszerveződő térkép. Mi azt szoktuk mondani, hogy amelyik változón ezek nem futnak le, annak semmi köze a csőd előrejelzéshez. Akkor a metamódszerekről beszéltünk részben, hogy a többszöri visszatevéses mintavétel mentén többször lefuttatni ugyanazt a módszertant, ezáltal kiküszöbölve a esetleges szelekciós torzítás problémáját. Itt elsősorban a döntési fáknál vannak nagyon jó eredmények, általam legjobbnak tartott módszer jelenleg a Random Forest nevű véletlen erdő, ami döntési fákból egy nagyon-nagyon szép kreatív metamódszer eljárás. Akkor a keresztvalidáció is fontos, ez logisztikus regressziónál nem követelmény a paraméteres modelleknél, de gépi tanulásnál igen. Nagy kérdés, 10-szeres, 100-szoros, 1000-szeres keresztvalidáció elegendő-e? Aztán az oversampling, undersampling probléma, én ezt nem szerettem személy szerint, mert szelekciós torzítást visz be a modellezésbe. Ez amiatt fontos, mert a csőd előrejelzésben a populáció meg a reprezentatív minta is szerencsére jóval kevesebb fizetésképtelen megfigyelést tartalmaz, mint fizetőképes, és több gépi tanulási eljárás egyszerűen nem ad jó eredményt, ha nem közelíti a kiegyensúlyozott minta arányt a célváltozó viselkedése. Ezért jó bevált mód, hogy a fizetőképes megfigyeléseket undersamplingöljük, hogy közelítse a kiegyensúlyozott mintaarányt, de olyan is van, hogyha túl kevés a csődös megfigyelés, akkor oversamplinggel puffasztják fel, hogy közelítsen a kiegyensúlyozotthoz. Akkor fontos a black box probléma feloldása, mert ezt hát, a gépi tanulási eljárások alapja, hogy nem lehet pontosan megmondani, hogy a szimulációból miért azok a súlyok jöttek ki, miért azok az együtthatók. Reneszánszát éli a Shapley regresszió jelenleg, amely relatív fontosságot tud tulajdonítani a változók, hát nem relatív hozzájárulására, hanem fontosságára a előrejelzési probléma vonatkozásában. És akkor ami nagyon újdonság, hogy a vállalati csőd előrejelzés mellett a gépi tanulási módszertanok megjelentek a bankcsőd és az államcsőd előrejelzésében is. Ez már az utóbbi 3 év problémája, de a COVID-19 következményeként elég fontos kérdéskörök ezek. Nyilván több államcsőd meg bankcsőd várható jövőre, mint ami az elmúlt években szokott lenni. És akkor néhány megállapítás az utolsó szlájdon megfogalmazok a hitelkockázati modellezési eredmények alapján. Tehát azt nem lehet elvitatni, hogy a gépi tanulási algoritmusokat építünk bele a modellezési folyamatba, az mindenképpen javítja a modell teljesítményt és a modell stabilitást, akárha csak változó képzésre használjuk, akárha klasszifikációs modellfejlesztésre. Egy nagyon nagy előny, hogy gépi tanulási algoritmusok olyan rejtett összefüggéseket képesek feltárni, amelyeket a hagyományos statisztikai módszertanok nem. Viszont észre ezekkel a rejtett összefüggésekkel, mert ha
szakértői felülvizsgálat nélkül alkalmazzuk, akkor könnyen lehet, hogy félrevezető eredményekhez vezethetnek, meg felborul az oksági folyamat. És hát amit mindenképpen meg kell említeni, hogy nagyon szépek ezek a gépi tanulási eljárások, de jóval több idő az adatbázis előkészíteni, meg lefuttatni a jóval bonyolultabb módszertanokat, mint a korábbi egyszerű eljárásokat. Tehát ez is az undersampling felé hat, hogy rekordszámot észszerűen redukálni, de ami nagyon fontosabb, a változó szelekció, mert inkább változókon spóroljunk, mint megfigyeléseken. Én mindig azt szoktam erre mondani. Úgyhogy egy üzenet még, hogy magyar kutatóként üzenem az akadémiának, hogy értjük a problémát, csináljuk, és az a szerencse, hogy úgy látjuk, hogy az eredményeink azok nem maradnak el nálunk fejlettebb országok publikációitól. Tehát ebbe a gépi tanulás alapú csőrelőrejelzésbe szerintem Magyarországon mi kifejezetten jól állunk. Köszönöm szépen a figyelmet. Nagyon szépen köszönjük az előadást, és azt külön, hogy az időkeretet is sikerült tartani. Ha valakinek kérdése van, akkor írja meg a csetre, és gyűjtögetjük, és a végén reagálunk rá, mert most az következik, hogy felkérem Retek Mihály, PhD hallgatót a Budapesti Corvinus Egyetemről, hogy online forgatókönyvírás és mesterséges intelligencia kapcsolata címmel tartsa meg előadását. Érdeklődéssel hallgatjuk. Öné a szó 25 percben. Az elmúlt jó néhány évben egy elég érdekes témával foglalkoztam, az online forgatókönyvírással. Ez visszamenőleg, ha historikusan nézzük, évtizedekkel ezelőtt, vagy még 50 évre, vagy még esetleg 100 évre is visszamenőleg, papíralapú, szóalapúak voltak, de ezeknek egy tovább gondolt változatával próbáltam online-osítani, és nézzük, még mindig látszódik a kép? Jó, gondolom. Igen, látjuk, köszönjük. Semmilyen jellegű visszajelzés nincs ezen a hiper-szuper kliensen. Jó, akkor az online forgatóírásról az egész módszert én készítettem el. Első lépésben a hajtóerőket határozzuk meg, ezt önök balról látják, utána elkészítjük a szenáriókat, utána egy visszacsatolással egy kívánatosabb preferáltakat kiválasztunk, és ebből a rengeteg adatból, ami folyamatosan bekerül az adatbázisba, bizonyos statisztikai tanulóalgoritmusok alapján végül feldolgozásokat végez a rendszer, és majd ezeket az adatokat csatolja vissza a megrendelőknek, vagy a stakeholdereknek. Az első körben, amikor a hajtóerőket meghatározzuk, igen, akkor kooperatívan együtt a résztvevők csoportosan, kis csoportosan online elkészítik a különböző hajtóerő csoportokat. A hajtóerő csoportokban meghatározzák a kimondottan specifikus hajtóerőket. És a legfontosabb az egészben az, hogy a következő lépésekben ez milyen prioritással kerülnek elő, ki is tudják értékelni. Ez három fokozat szerint értékelhető ki, hogy mennyire kívánatos, vagy nem kívánatos, esetleg semleges állapottal viszonyul a hajtóerőhöz. A következő lépésben a részvevők itt már nem kooperatívan teljesen együtt készítik el, hanem egyesével vagy kis csoportosan készítik el a szenáriókat. Ez rengeteg lépésből áll, ennek az előadásnak nem ez a témája. Itt a legfontosabb az, hogy az egész narratíva alapú, és ez alapján szövegeket készítenek. A képen egy kéttengelyes szenáriómódszer látható, de a rendszer jelenlegi állapotában és a következő állapotaiban is sokkal több módszert támogat.
például a spektrum alapú, bináris vagy alapú szenárió meghatározásokat is. A következő lépésben az egyes részvevők az elkészült szöveges szenáriókról visszacsatolásokat adnak a rendszer számára és egymásnak, hogy melyiket találták legkívánatosabbnak. Ezekkel egyszerű statisztikai módszerekkel föl tudják dolgozni, és akkor a megrendelőknek a visszacsatolásokat tudják eljuttatni. Jó, és akkor térjünk rá a lényegre, amiről az előadás szólna. Az elkészült szenáriókat, azokat hogy tudjuk földolgozni? A legegyszerűbb földolgozási módszer az elkészült szöveg alapú szenáriókra. Elnézést, csak össze-vissza ugrál befelé az alkalmazás. Az, hogy a szenárió, az egyes szenárió típusok milyen hosszúak. Ezeket legegyszerűbb meghatározása szó alapra, különböző típusúak vannak, komplexebbek, egyszerűbbek és általánosak. Itt az következő szlájdon az látható, hogy az adott szenáriót milyen sebességgel olvashatják el a bizonyos megrendelők. Ezekből legjobban az vonható le, hogy a megrendelőknek a visszajuttatott szenárió milyen hasznosságú, hogy rövidre sikerült, hosszúra sikerült, vagy egyáltalán érthetetlen. Fontos megjegyezni azt, hogy ezek az egyszerű számítások, hogy 100, 200, 300 szó gyorsasággal olvasható egy szenárió, ezek egy közepes szintűre vonatkoznak, de minél komplexebbek lesznek, annál nehezebben olvashatók az egyes szenáriók. Jó. Ezen a szlájdon egy példaszenárió látható, majd a későbbi szlájdokon erre jó pár statisztikai és machine learning alkalmazások lesznek lefuttatva. Itt egy szimpla elkészült szenárió látható, hogy kicsit elidőzzünk rajta. Ez vizuálisan megjelenik a megrendelőknek, vagy esetleg a szakértőknek, amikor kiértékelik, és itt látható, hogy különböző méretűek az egyes szavak. Ezek azért nagy hangsúlyosak, hogy ezzel a módszerrel az hangsúlyozható ki, hogy az egyes szavak az adott szenáriókban milyen fontosságúak és milyen gyakorisággal kerülnek elő. Minél nagyobbak a szavak, jó, egy limit azért van bennük, annál jobban fordulnak elő a szövegben. Jó. Az előző szövegen az egy négy szenáriós módszernek az egyik változata volt. Azt hiszem, ha jól emlékszek, a második volt. Ezen lefuttattam egy szókincs adatbázist. Ennek az alapjaihoz a Gutenberg adatbázist használtam föl. Ha jól emlékszek, az elmúlt 20 évben nagy mennyiségű múltban megírt könyveknek a digitalizálása, és ezekből készítettek egy gyakorisági adatbázist. Itt próbáltam felosztani az adatbázist több módszerre, a 100 leggyakrabban használható, az 1000, 10000, 20000, azt hiszem 100-200 ezerig van az adatbázis, de ott már olyan kicsik a minták, hogy az egyes könyvekben összességében azt hiszem a több 10 000 könyvben vagy 100 000 könyvben csak néhány szó található. Az előző szenárió, ha jól emlékszem, a második volt, itt látható, hogy 269 szó található benne, a leggyakrabban talált 100 szó közül 55 található benne, és így tovább. És az is látszódik, hogy elfelejtettem mondani, hogy ez az egész módszer kimondottan angol nyelvű adatföldolgozásra épül. Próbálkoztam magyarokkal is, de a magyarnál a legnagyobb probléma az volt, hogy
nem léteznek megfelelő túlok, főleg nyelvtani elemzők, amelyekkel az egyes magyar szövegeket fel lehet dolgozni. Majd a vége felé a fóliákon látszódnak, hogy nem voltak egyáltalán rá alkalmazások, amelyekkel mondjuk egy időbeli meghatározást meg tudtam volna határozni. Jó, akkor visszatérve a rövid kiegészítő után, jól látható, hogy az első 20 000 szóból 215 szó beleesik a szövegbe, és igazából nagyon minimális esik ki az adatbázison kívül. Jó. Akkor a következő szép ábrákon időzünk el. Ezek egy másik jellegű kutatásba készültek, az adott szenárióhoz semmi közük nincs. Az első egy szófelhő workflow-nak nevezhető. A bal oldalon a meghajtó erőkből láthatjuk a relevánsakat, a jobb oldalon a szenáriókból. Ennek az eljárásnak a legjobb módszere, vagyis a leghasználhatóbb módja igazából az, hogy vizuálisan, ránézésből meg tudjuk mondani, hogy a hajtóerők a szenáriókkal milyen kapcsolatban vannak. Hát, hogyha így első ránézésben ránézünk ennél a módszernél, nem nagyon állnak kapcsolatban. Egy kicsit a forgatókönyvíró nem igazán azokat a kontextusokat, szavakat használta az elkészített forgatókönyveknél. Az alatta látható frekvencia alapú plot, az egy nagyon egyszerű, az adott szavakból megmutatja, hogy mennyiek találhatók az egyes szenárióba. A következő az már egy kicsit érdekesebb plot, a harmadik, amely a hajtóerőknek és a forgatókönyveknek a kombinációját próbálja meghatározni. Az X-tengelyen azt látjuk, hogy az adott szenárióba az egyes szavak hanyadik pozíción találhatóak, az Y-tengelyen meg a főbb hajtóerőknek a gyakran használt szavait, vagy azoknak a szótöveit láthatjuk. Ebből is jól látható, hogyha megnézzük, nem tudom, hogy önök mennyit látnak belőle, hogy a countryst elég sokat használták az egyes felhasználók, és szenáriókészítők. Jó. Akkor nézzük egy kicsit részletesebben az egész módszertnek egy következő fázisát, amely már nem kimondottan statisztikai alapokra építkezik. Bal oldalon a hajtóerők láthatóak. A hajtóerők általában rövidek, egy mondat, fél mondat, vagy maximum másfél mondat hosszúak lehetnek. Ezeket szavakra bontjuk, a szavakat szótagokra bontjuk. Ezekből nem mindegyiket válasszuk ki, az egyes felhasználók a számukra relevánsokat kiválasszák. A másik oldalon, a jobb oldalon a szenáriók, az egyes szenáriók találhatóak, amelyikeket a stakeholderek elkészítenek. Közepén látszódik az ilyedik szenárión, hogy a módszereknek az a lényege, hogy az egyes szenáriókat mondatokra bontják, a mondatokat külön szavakra, és még az egyes szavakat szótagokra, de a szótagos bontás az nem mindegyikben használható, és ezek alapján történnek a feldolgozások. Jó, akkor nézzünk egy-két, mondjuk azt, hogy
numerikus alapú tapasztalati képleteket, amelyekkel az egyes szövegeknek a kompetenciája meghatározható. Igazából a képletek annyira nem is fontosak számunkra, azt majd később meg tudják nézni, de ezek a módszerek általában úgy vannak belőve, hogy ahogy látható a baloldali táblázathoz, hogy a legalsóbb szintek az általános iskolát, bizonyos osztályait fedik le, utána a középiskolák, a főiskolák, a posztgraduális képzések, a posztgraduális képzések után mennek az akadémiaiak, és általában a legnagyobb fokozata speciális jogi szövegek. Ezeket az egyes szöveg olvasási, olvashatósági módszereket Amerikában már több helyen már az 50-es évektől alkalmazzák, főleg a hadiparban, a repülőgépgyártásban, és nagyon sokat használják az orvosi iparban is. A számok, az egyes módszerek mögött a néhány fóliával ezelőtti szöveget láthatják. Látható, hogy mindegyik szám körülbelül ugyanabban a klasszifikációba tartozik. Ezt a szöveget főiskolai, egyetemi MSC hallgatók készítették el, az egy vagy két évvel ezelőtt, de az egyes mérési indexek alapján sajnos a besorolások, azok, még egyszer mondom, amerikai viszonyokhoz mérve, a főiskolai és a középiskolai szint közé esnek. Jó, akkor mutatok egy érdekességet, időzünk el egy pillanatot ezen. Mindenki számára gondolom a Moby Dick egy ismerős, mondjuk gyermekkorunkban jó néhányan elolvastuk. Itt az előző képleteknek a hiányosságaira szeretném fölhívni a figyelmet. Ahogy látták, általában szavakból, mondatok, szótagoknak a bizonyos kombinációjának és a matematikai műveletekből számoltuk ki a bonyolultságot. De ha meglátható ez a szöveg, a Moby Dicknek a szövege, látható, hogy 224 szó található a szövegben, majdnem 1300 karakter. Ezek a képletek ezeknél a mondatoknál nem alkalmazhatóak. És hogyha kicsit tovább megyünk, akkor Amerikában kimondottan versenyeznek ezzel az egyes írók, hogy olyan műveket írnak, amelyikekben egyetlen egy pont található, egy mondatból található. A jelenleg egyik legismertebb könyv, amelyik mondjuk azt, hogy a toplisták elején van, azt Cohen-féle könyv, ez egy 45 oldalas könyv, és ahogy a legnagyobb érdekessége, hogy pont nem található az egész könyvbe, de egy másik érdekesség, hogy azért szeparálva van a szöveg, és 2291 darab vesző található benne. Ezek alapján kicsit más módszereket kell kidolgozni, nem a mondat alapúakat. Jó. Ahogy előbb is említettem, a módszernek a magyar szoftver támogatási és könyvtáraknak a nem nagy szupportja miatt sajnos kimondottan angol nyelvű szenáriókon lettek futtatva. A legfontosabb az, hogy amikor beérkeznek az egyes szövegarapú narratíváink, akkor ezt valamilyen módszerrel meg kell tisztítani. Az első módszerrel a nem használatos, én csak haszontalan szavaknak nevezetű definícióval kiszűrjük a nem releváns szavakat.
a következő lépésben stemminget és lemmonizációt végzünk rajta. Stemmingnek a lényege az, hogy szótőre határozzuk meg az egyes szavat, a másik meg az alapjelentésével próbáljuk lemmonizálni. Jól van. Mivel több típusú szenárió készítés létezik, lehet például egy bináris, amikor egy negatív és egy pozitív forgatókönyvet készítünk. Ilyen esetben a két forgatókönyv közül szeretnénk megmondani, hogy mennyire tartalmaz pozitív, illetve negatív alapú kontextusokat a szöveg. Erre különböző módszerek léteznek. Az első base alapú, én csak érzelmi meghatározásnak nem próbáltam magyarra lefordítani, ez egy machine learning alapú. Itt egy a bemeneti adatokon 2000-es mintával egy negatív, egy semleges és pozitív szavakat töltöttem föl. Itt látható az, hogy igazából annyira nem sikerült, mert kicsi volt az adatbázis, így a szöveg tartalma, amit jó pár fóliával ezelőtt láthattunk, 1% negatív töltetű, 95% semleges és 3% pozitív töltető. De lefuttattam egy másik módszert is, amelynek a linkje megtalálható, bárki ki akarná próbálni. Ez szókincs és szabályalapú adatbázis alapján működő. Itt azért már elég jól sikerült a szöveget elemezni, meghatározni. Látszik, hogy negatív 12, 76, 11. Önök jól látják, hogy a szövegben feltüntettem a következő negatív és pozitív tartalmú szöveget. Az első a kis adatbázis hatására nem igazából találta meg a második, vagyis a negatív szavakat. A másodiknál azért látjuk, hogy nem tudom, hogy a kurzort látják-e önök, hogy azért sokkal több negatív és pozitív tartalmú szavat talált meg. Jó, és akkor még egy utolsó fóliát szeretnék önöknek megmutatni, mert az idő a vége felé tart. A jelen állapot szerint azzal foglalkozom, hogy az adott szövegekben az időkontextust próbáljuk meghatározni. Ezek a grafikonok még mindig ugyanarra a szövegre vannak, amit pár fóliával följebb láthattunk. Az egész módszer angol alapú szövegfeldolgozásra működik. Itt fővonalakban a múlt, a jelen, a jövőt próbálom meghatározni, de a módszer, amit eddig elkészítettem, mert külön meg tudja határozni a 12 igeidőt, kérdésekben, tagadásokban, szembező szerkezetekben, és az egyéb kifejezéseket is meg tudja határozni, amelyek a jövőre vagy a jelenre vonatkozhatnak. Itt a szövegből az első grafikonon látszik, hogy mennyi mondat található rajta. Ez a vízszintes tengelyen, a függőleges tengelyen az idők találhatóak. A másik grafikonon pedig egy szimpla egyesítés, így igazából ez még nem automatizált a végső eredményeknek a kimenetele, de ránézésre levonható az a következmény, hogy a stakeholderek a jelentés a jövőt próbálták ábrázolni az adott szenárióban. Jó. Itt egy néhány felhasznált irodalom található a prezentációról.
Röviden összefoglalva az egészet, a rendszernek a gyűjtő része, a szenáriókészítő része, visszacsatolása megfelelő állapotban van. A következő lépésekben az adatbázisnak a földolgozása történik, jelenleg a módszereknek a kidolgozása. Jelen állapot szerint rengeteg módszernek csak a kimenetei készülnek el, és szemrevételezéssel vizuálisan határozhatóak meg, de a jövőben ezeket a lépéseket is szeretném automatizálni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Én is nagyon szépen köszönöm mindannyiunk nevében az előadást, az időtartást is. Látom, hogy a chatfalon gyűlnek a kérdések, de ezeket most még eltesszük a következő előadás utáni időre. Most Márton András PhD hallgatót kérem a Budapesti Corvinus Egyetemről. Ugye székesfehérvári vállalatok jövőjének technológiai és innovációs aspektusairól tartsa meg nekünk az előadását a megszabott 25 percben. Parancsoljon Öné a szó. Jó napot kívánok, üdvözlök én is mindenkit. Márton András vagyok a Budapesti Corvinus Egyetemről. Megosztom a képernyőmet. Az OP361-es intelligens lakosodási kutatás keretében széles körű felmérést végeztünk a székesfehérvári vállalatokról, és hát a Corvinus Egyetemnek több mint 100 kollégája, hallgatók, PhD hallgatók és oktató-kutató kollégák, tanárok vettek részt ebben a kutatásban kisebb-nagyobb mértékben, rengeteg publikáció született belőle, és az a kisebb kutatócsoport, amelyben én is voltam, illetve amelynek egy részét én magam vezettem is, az a székesfehérvári vállalatok jövőjével foglalkozott. Jövőorientáltsággal, a megújuló energiák felhasználásával, vagy ennek gyakorlatával, egyéb fenntartható, környezeti fenntartható tevékenységekkel, de részben ezekkel a technológiai és innovációs aspektusokkal is, és erről szeretnék most beszámolni. Az előadásom felépítése úgy néz ki, hogy először itt a Székesfehérvár ipari vállalatairól, ezeknek a jelentőségéről beszélnék pár szót, majd a nagyvállalatok és a kisvállalatok közötti különbségeket mutatnám meg, hogy itt elsősorban persze innováció, illetve technológia tekintetében mit látunk, mit tapasztaltunk a ottani helyi vállalatok gyakorlatában, és végül ugye a zöldipari átalakulás lehetőségét mutatnám be, amire ugye az én előadásom, vagy az én kutatásom is fókuszált. A végén pedig ugye a jövő kihívását szeretném bemutatni, egy ilyen kis kitekintést, hogy mi várható Székesfehérváron, vagy úgy általában az ilyen ipari központoknál. A Székesfehérvárról ugye azt kell tudni, hát mondjuk itt a hallgatóság minden, között mindenki ismeri, de ugye egy ipari központ, régiós ipari központnak számít, ugye körülbelül 100 000, kicsit kevesebb, mint 100 000 lakossal, de ugye legnagyobb jelentősége itt a helyi ipari vállalatoknak van, legalábbis gazdasági értelemben, emellett valamelyest ugye logisztikai központ is. 6 ipari parkot tartanak számon a város területén, vagy hát a városhoz tartozó ugye közel szűkebb régióban. Rengeteg kis és középvállalkozás kap ezekben az ipari parkokban helyet, bár kis és középvállalkozások egyébként a város más területein is, tehát nem az ipari parkokban is előfordulnak. A nagyvállalatok, amik részben magyar, hazai nagyvállalatok, részben multinacionális vállalatok, azok döntő többsége az ipari parkok valamelyikében kap helyt. 64 ezer foglalkoztatott dolgozik Székesfehérváron, ezeknek persze csak egy része Székesfehérvár, egy másik része a környező településekről, vagy akár még távolabbi helyekről, akár Budapestről is közlekedik oda, de azért ez egy elég jelentős foglalkoztatotti mennyiség, és egy helyi iparűzési adó kimutatásból, vagy hát egy helyi hírből olvastam, gyűjtöttem az adatot, hogy 19 milliárd forint iparűzési adót fizetnek a helyi vállalatok. Ebben a cikkben megemlítik, hogy egyébként körülbelül 60 milliárdos büdzséje van
éves szinten a Székesfehérvári önkormányzatnak, tehát ebből látszik, hogy ez mint egy harmadát adja ez az iparűzési adó. Ebből is látszik, hogy ez egy nagyon nagy volumen, tehát nagyon jelentős a város életében az a vállalati környezet, amely a különböző ipari parkokban megtalálható. Ezek székesfehérvári vállalatok döntő többsége ebben az itt felsorolt öt iparág valamelyikében működik, tehát az elektronika, az autóipar, a nehézipar, illetve az élelmiszeripar azok, amelyek kiemelkedőek, amiknek a legnagyobb részesedése van mondjuk így a helyi vállalatok. A helyi gazdaságban, illetve a logisztika még, és a különböző tervdokumentumokban régióra, városra vonatkozó intelligens szakosodási stratégia, településfejlesztési stratégia, de még az országos szintű energia és egyéb stratégiákban is célként emelik ki, tehát ezek ugye összhangban vannak, ezek a különböző szintű stratégiák, célként emelik ki, hogy ezeknek a különböző legfontosabb iparágaknak, kulcsiparágaknak az innovációs képességét erősítsék. Nem sorolták fel ezek a stratégiák egyértelműen a régió vagy a város gyengeségeként, hogy ezek nem elég innovatívak, azonban ezt az intelligens szakosodás fő céljaként ezeket azonosították, vagy ezeknek a további innovációs fejlesztését azonosították. Mielőtt erről a diáról beszélnék, annyit elmondanék, hogy ebben az intelligens szakosodási kutatásban több módszert is használtunk, részben egy jövőfürkészési, tehát Horizon Scanning módszer együttest, részben külön interjúkat. Ebben a Horizon Scanningen belül is csináltunk kérdőíves felmérést, interjúkat és fókuszcsoportos, vagy inkább műhelymunkának mondanám, műhelymunkákat, workshopokat, és az eredmények, amiket itt bemutatok, ezek mindegyikéből kivonatosan származik, tehát interjúkból, kvalitatív, kvantitatív kutatásokból. Az első érdekesség a nagyvállalatok innovációs gyakorlatával és technológiai felkészültségével kapcsolatban, hogy eltérést tapasztaltunk a magyar és a külföldi tulajdonú vállalatok között. A külföldi, és ez igaz, nem csak az innovációs gyakorlatra, hanem egyébként a fenntartható megoldások, megújuló energiák telepítése, illetve az ezzel kapcsolatos energetikai korszerűsítés és ezekkel kapcsolatos fogalmaknál is. A külföldi vállalatok gyakorlatilag mindig az anyavállalatot jelölték meg az innovációs és ilyen fenntarthatósági fejlesztések forrásaként. Úgy fogalmaztak az interjú alanyok többnyire, hogy hát ha az anyavállalat stratégiájában ez megjelenik, vagy a tulajdonos vállalat ezt célként megjelöli a magyarországi, ugye székesfehérvári leányvállalatánál, akkor végrehajtanak fejlesztéseket, akkor nagyobb, a költségvetés nagyobb részét fordítják valamilyen technológiai fejlesztésre. Ha viszont nem jelöli ilyet meg a külföldi anyavállalat, tulajdonos vállalat, akkor általában idehaza, Székesfehérváron, az ipari parkokban nem jellemző, hogy csinálnának ilyen fejlesztéseket. És emellett többnyire a kutatásfejlesztés és innovációs tevékenységet a tulajdonos vállalatok maguknak megtartják, amit a központjukban, különböző országokban, ahol ugye éppen a tulajdonos van, ott végeznek el, itthon inkább csak az alacsonyabb hozzáadott értékű munkákat végzik el. Ezzel szemben a magyar tulajdonú nagyvállalatok jelentős K+F+I, tehát kutatásfejlesztés és innovációs tevékenységet folytatnak, elég korszerű technológiával működnek, és hát ugye az innováció, mivel a stratégiákban is kiemelt cél, az innováció ezek számára, a vállalatok számára is egy fejlesztendő terület, erre általában viszonylag nagy összeget fordítanak. Itt megjegyzem zárójelesen, hogy egyébként ezek között általában a fenntarthatósági vagy zöld beruházások hát nem szerepelnek a lista elején, tehát ennél a különbségnél vagy összehasonlításnál megmaradva a külföldi vállalatok általában zöldebbek, ez elmondható, mint a magyarok, annak ellenére, hogy a magyarok itt helyben saját maguk dönthetnek többnyire ezekről a beruházásokról.
Összességében mégiscsak azt lehet mondani a nagyvállalatokról, hogy korszerű technológiát használnak, mivel a stratégiákban, Európai Uniósban és magyarokban is az innováció fejlesztése, vagy a innovációs képesség fejlesztése cél, ezért erre kiírt pályázatokra is pályázhatnak ezek a fehérvári vállalatok, és ugye ezeket elnyerve tudják fejleszteni a gépparkjukat. Munkaerő problémákat viszont kiemelték, mint fontos jelen és jövőbeli problémák. Ezekről ugye a tavalyi Magyar Tudomány ünnepe alkalmából tartott előadásomon is beszéltem, hogy a szakképzettség és a munkaerő kínálat egy komoly probléma, de ebben az előadásban is visszatérek erre, hiszen kapcsolódik az innovációhoz és a jövő technológiájához is. A nagyvállalatoknál több interjú alany is beszámolt, hogy a robotizáció egy olyan lehetőség, ami ezt a munkaerő problémát megoldhatja, legalábbis részben megoldhatja, és ugye nekik adott esetben tőkéjük is van erre, de ráadásul ugye az autóipar egy olyan iparág, ahol a robotizáció már így is nagyon fejlett szinten van, ugye világszinten, de magyarországi szinten is. Ennek ellenére más iparági vállalatok is úgy gondolják, hogy ideje, vagy lehetséges lenne beruházni ebbe a terület, erre a területre, hogyha a jövőben a munkaerő probléma fennáll, és egyébként megadottak lesznek a technológiai körülmények. A kis és közepes vállalatoknak általában két szerepe van a fehérvári gazdasági régióban, vagy valamelyik helyi nagyvállalatnak, vagy itt működő multinacionális vállalatnak beszállítói, vagy önállóan működő vállalkozások. Jellemzően az ipari parkban lévő kis vállalatok szállítanak be inkább az ipari parki nagyvállalatoknak, míg a város egyéb területein, vagy a város környékén, a járásban, vagy a régióban található egyéb kis- és középvállalkozások önállóan működő vállalkozások, nem feltétlenül ők a fő, vagy egyáltalán beszállítója a nagyvállalatoknak. Egyértelműen az interjúkban és a műhely munkákban is a finanszírozást élték meg legnagyobb korlátozó tényezőként, ami az innovációt és a technológiai fejlesztéseket visszafoghatják. Ahogy a nagyvállalatok is fontos finanszírozási forrást merítenek a pályázatokból, ez a kisvállalatoknál fokozottan igaz. Éppen ezért is mondták, hogy ez egy probléma, mivel a pályázatok sokszor kiszámíthatatlanok, azokkal, amelyik kis- és középvállalkozásokkal interjúkat készítettünk, ők közülük azok tudtak érdemi technológiai fejlesztésekről, vagy innovációs potenciálról, vagy ennek fejlődéséről beszámolni, amelyek valamilyen pályázaton egyébként nyertek, és amelyek nem azok azt mondták, hogy hát ezek ritkán tudnak megvalósítani ilyeneket, többnyire használt gyártógépeket tudnak csak venni, amelyek egyébként még működőképesek, de azok, amelyeket mondjuk pénzügyileg ugye megengedhetnek maguknak. Emellett a finanszírozási probléma mellett, amely ugye az innovációra van hatással, ugye a gazdasági fejlődésüknek a másik kihívása a munkaerő megtartása, illetve nekik, számukra is ugye a jó képzett munkaerő hiánya, ami probléma, ezt ugye a nagyvállalatok is említették. Ugye itt a régió munkaerő megtartó képességét, hogyha tágabb értelemben nézzük, akkor ezt emelték ki, mint kihívást, de a nagyvállalatok elszívó erejét is megemlítették, és ugye ez azért lesz fontos, mivel a nagyvállalatok a jövőben talán megengedhetik maguknak, hogy robotizációval kiváltsák az élő munkaerő egy részét. A kisvállalatoknak ugye ez nem egy adottság, nem egy lehetőség. Pontosabban azt mondták, hogy ezzel nem igen tudnak élni. Tehát a nagyvállalatok munkaerő elszívó ereje az a jelenben mindenképpen probléma náluk, de a vállalatok speciális kis- és középvállalatok számára az ő igényüknek megfelelő képzetlenség, vagy hát az oktatás hiánya is egy probléma. Ezt annak kapcsán mondták, hogy a kis- és középvállalkozások általában egy speciális területre, egy szűkebb piaci rétegre támaszkodnak, és azokra fejlesztenek, és ugye ezekhez speciális tudás igényeltetik, márpedig ha ezt a munkaerőt, ezt a egyébként számukra már hasznosabb és jó kiképzett munkaerőt elveszítik, vagy azért, mert nagyvállalatok elmennek, vagy mert kiöregszik az a generáció, akik ugye ezeknek a képességnek a birtokában vannak, akkor ezt nekik nagyon nehéz pótolni. Ezért említették az oktatást, mint nagy kihívást.
Az ipari átalakuláshoz kapcsolódóan, ugye erről már beszéltem korábban, de itt a eltérő különbség a fentről lefelé és a lentről felfelé, tehát top-down és bottom-up megközelítésekben volt tapasztalható. Ugye ezekről részben beszéltem, az egyértelmű közös pont a munkaerőpiac, erről szólt ugye a tavalyi adás, és ugye itt látszik egy másik különbség, hogy amikor az interjúkat és a műhely munkákat végeztük, akkor ugye az derült ki, ez a bottom-up megközelítés, hogy itt a szabályozás, illetve a pályázatok kiszámíthatatlansága és a finanszírozási problémák azok, amelyek megoldás után kiáltanának első sorban, míg fentről, a stratégiai szintről való megközelítésnél ugye azt láttuk, hogy egyébként az innovációs képességfejlesztés egy fontos küldetés lenne, a környezetiparban lehetőségeket látnak itt a stratégiai tervezők, a döntéshozók. Ugye ezek kevésbé jelentek meg az ellentétes oldalán, tehát a fentről lefelé megközelítésnél oszlopban felsorolt pontok kevésbé jelentek meg az interjúk során, míg a lentről felfelé megközelítést nem nagyon találtuk a stratégiákban, vagy kevésbé jelentek meg. A fenntarthatósági elemek között, amik ugye kapcsolódnak a technológiai, illetve az innovációs tartalmakhoz is, az energetikai korszerűsítés ugye megjelenik a tervdokumentumokban és a válti célok közt is. Ennek legtöbbször az volt az oka, hogy úgy látták, hogy a géppark, a gyártógépek korszerűsítése, vagy felújítása, vagy esetleg új vásárlása mellett ez egy olyan terület, amely összhangban van részben ugye a fenntarthatósági elvárásokkal, zöld kívánalmakkal, részben az ő költséghatékonyságukkal. Tehát azt elég a legtöbb helyi vállalat, kis és nagy vállalat egyaránt belátta, hogy az energetikai korszerűsítés egy olyan terület, amely ugye kettős előnyt hordoz, vagy kettős pozitív hatást hordoz, ugye egyrészt zöld területen is előre léphet a vállalat, és ezt ugye magukról reklámozni is tudják, másrészt tudják csökkenteni ezáltal az energetikai kiadásaikat. A fentről lefelé megközelítésben, top-down megközelítésben a tervdokumentumok elsősorban az önkormányzat és a lakóépületek energetikai korszerűsítéséről számoltak be, de ez ugye érthető is, hiszen ezeket a tervdokumentumokat a közszféra készíti. Míg a válti célokban szereplő elemeknél ugye akkor szerepelt, hogyha ez egy vagy egy régebbi épület, vagy régebbi gyártósorral termelő vállalat volt, amelyekkel éppen az interjút vagy a műhely munkát készítettük. Ezen kívül a vállalatoknál jelent meg inkább a megújuló erőforrások felhasználása, a tervdokumentumokban ez nem igen, tehát ugye ez is egy elég korszerű technológiát, illetve az elektronikai rendszer korszerűségét megkövetelő megoldás, hogyha valaki ugye megújuló erőforrást akar közvetlenül hasznosítani. Nagy vállalatoknál visszatérnék ugye az előbb említett különbséghez, nagy vállalatoknál a külföldi nagy vállalatok esetében jelent meg inkább az, hogy ilyen megújuló erőforrásokat alkalmaznak, különböző megoldásokat. Ugye elsősorban a napelemet, esővízgyűjtőt, de volt olyan középvállalat egyébként, amelyik a földhő hasznosítást, tehát geotermikus energiával oldotta meg a fűtést, ezt hasznosította. A magyar tulajdonú nagyvállalatoknál nem igen volt ilyen, illetve nem is legtöbbször az ilyen irányú kérdéseinkre azt mondták, hogy ilyennel nem igen foglalkoznak. Kiszámolták, nem éri meg nekik, ezért nem kívánják hasznosítani. Ezt a diát azért vetítem ki, hogy ebben látszódjon a különbség a kis és nagyvállalatok között. Ugye itt részletesebb bontásban van, de ugye a kék és a sötétkék és a zöld sávok, oszlopok mutatják ugye a kis középváltokat, vagy hát kisváltokat, és ugye ez a rózsaszínes vagy barackszín sáv mutatja a nagyváltokat. Itt látható, hogy az átlagos, tehát a narancs színű legelső oszlophoz képest a nagyváltoknál a helyi igényeknek megfelelő oktatás, munkaerőhiány vagy a pályázatok bizonytalansága, ami jelentősen kiugrik. Talán az utolsó az, ami érdemel egy kis magyarázatot, hogy a pályázat bizonytalansága miért a nagyvállalatoknál probléma. Hát azért, mert ők is pont az ilyen technológiai és innovációs fejlesztéseiket sokszor pályázatokra, vagy megújuló erőforrások telepítését pályázatokra alapoznák, és ugye ezeknek a kiszámíthatatlansága okozza azt, hogy ezt ők egy jelentős jövőbeli problémának látják. Igen, ezt ugye hangsúlyoznám, ezek jövőbeli problémák. Még a kisebb vállalatoknál a munkaerőhiány
illetve itt is az infrastruktúra és a pályázatok bizonytalansága, ami láthatóan ezért eltér a teljes válti átlagtól. És ugye, hát mint említettem, ez a munkaerőhiány közvetve, de közvetlenül is érinti a innovációs és technológiai kérdéseket is. Tehát itt ez az ellentét, amit említettem, ez a robotizálásban nyilvánulhat meg a kisváltoknál. Nem robotizálható munkafolyamatok jelennek meg sok esetben, vagy történnek sok esetben, ezek speciális munkaerőt, speciális tudást igényelnek, és forrás hiány ezeket az új munkaerőket, tehát a régebbi generáció munkaerőt nem tudják feltétlenül pótolni, nincs megfelelő utánpótlás, illetve forrás hiány miatt nem tudják robotizálni a robotizálható munkafolyamataikat sem. Ezzel szemben a nagyváltok részben megoldást találhatnak a szakképzett munkaerő hiányára azzal, hogy munkafolyamatok egy nagyobb részét tudják robotizálni, vagy azért, mert nem annyira speciálisak, vagy azért, mert egyébként nagyobb tőkét tudnak erre mozgósítani. Nagyváltok, itt érdemes megemlíteni, hogy a nagyváltok kiemeltek egy másik problémát is. A szakképzett munkaerő náluk is hiányzik, annak ellenére, hogy a kisváltoktól magasabb fizetésért el tudják csábítani ezeket a képzett munkásokat, a munkaerőt, foglalkoztatottakat, azonban Budapest elszívó hatását többen kiemelték, ahogy a kisváltoknak probléma, hogy a nagyobb helyi nagyváltok elszívják a munkaerőt, ugyanígy Budapest elszívja a Székesfehérvárról is. Ugyan vannak dolgozók, akik Budapestről vagy más, akár 100 kilométeres távolságból, más településekről Székesfehérvárra járnak dolgozni. Ráadásul nagy munkaadók céges buszokat szerveznek, hogy ezekről a távolabbi településekről begyűjtsék a munkaerőt és bevigyék Székesfehérvárra, délután a műszak végezték pedig haza, tehát a nagyváltók elég komoly gondot fordítanak arra, hogy meglegyen a munkaerőjük. De Budapest elszívó hatása miatt sokszor ők is azzal szembesülnek, hogy a már képzett munkaerőt ugye még magasabb bérért Budapest vagy Budapest környéki vállalatok, nagyváltók el tudják csábítani. Hát az ipari központok jövőjéről, így Székesfehérvárról kiindulva is azt mondhatjuk, hogy hát az élő munkaerő száma valószínűleg csökkenni fog, nem csak amiatt, mert népességcsökkenés van, hanem azért is, mert ugye ezeknek az alacsonyabb szaktudást igénylő, kevésbé specifikus munkákat automatizálni, robotizálni lehet, ezért valószínűleg az ipari központokra is jellemző lesz ez. Elég csak az olyan nemzetközi példákra gondolni, autógyárakra, amelyeknél ugye az automatizálás már egy nagyon magas szintet ért el, és szinte alig van egy-egy gyárépületben élő munkaerő. Ezzel szemben ugye a munkaerőpiac jövőről azt lehet elmondani, hogy egy strukturális átrendeződés várható a foglalkoztatásban. Felértékelődik a kutatás, fejlesztés és innováció, és a magasabb képzettséget, magasabb szaktudást igénylő feladatok kerülnek majd előtérbe. Székesfehérvárra ez pedig ugye azt fogja jelenteni, hogy minden bizonnyal a kis és közepes váltak is rá fognak szorulni, hogy az innovációban vagy kutatás fejlesztésben még jobban előrelépjenek. Hogyha mindez pedig a zöld, fenntartható igények fennmaradásával vagy további növekedésével párosul, akkor akár egy optimista előrejelzésként azt is tehetnénk, hogy talán ezzel az átalakulással zöldebbé is várhat az ilyen ipari központok környezete, illetve gazdasági működése is. Ezekre az irodalmakra hivatkoztunk, de mint említettem, számtalan kutatás készült ezzel kapcsolatban, amiket már most vagy majd a közeljövőben lehet még olvasni. Köszönöm szépen a figyelmet. Mi is nagyon szépen köszönjük az előadóknak, és most éppen azon ügyeskedem, hogy megpróbálom megnézni, sok kérdés érkezett a chat falon, viszont próbáljunk az idővel is gazdálkodni, úgyhogy megpróbálnám összevonni az egyes előadókhoz szóló kérdéseket oly módon, hogy akkor megszólítanánk Kristóf Tamást először. Azt mondja, hogy az első kérdés úgy hangzik, hogy ezek a csődmodellek adnak-e megbízható előrejelzést rendkívüli körülmények, például a jelenlegi COVID között. Szintén
Kristóf Tamáshoz érkezett még az a kérdés, hogy az említett, illetve a Tamás által használt csődmodellezési módszereknek milyen hardware és szoftver igénye van, és szintén van még egy ide vonatkozó kérdés, mennyire specifikusak a csőd előrejelző modellek országokra, mennyire specifikusak a magyar megoldások. Úgyhogy akkor kérném szépen Kristóf Tamást, hogy ezekre a kérdésekre válaszoljon nekünk, öni a szó, parancsoljon. Az első kérdés, hogy a COVID-19 alatt mennyire megbízhatók a csődmodellek. Hát a COVID-19 válságtapasztalatok ugye nem olvashatók ki az elmúlt évek tényadataiból. Erre a megoldás a stressztesztelés. Tehát a modellek alkalmasak, hogy sorrendet tegyenek kockázatosság szempontból a megfigyelések között, de a becsült csődvalószínűség szintjét el kell tolni, meg kell növelni. Erre viszont a korábbi válságtapasztalatok megfelelő alapot biztosítanak. Tehát a megoldás a stressztesztelés. Akkor most már itt vagyok. A másik kérdés a hardware-szoftver igény. Most én úgy vettem észre, hogy nagyjából ilyen 10 000 rekordszámig vagyunk jók a hagyományos laptopokkal, ami mondjuk ilyen 4-8 GB memóriát igényel, de a változó szelekcióra nagyon figyelni kell, mert egyszerűbb neurális hálómodellek is az idő végezetéig futhatnak. Tehát nagyon fontos az adat előkészítés meg a változó szelekció, mert minél bonyolultabb módszertanokat alkalmazunk, annál nagyobb a számításigény, és akkor, amikor reggel felkelünk, ami mindig nem futott le, hát az elég borzasztó tud lenni. Az undersamplinget nem véletlenül említettem, mint megoldás. És akkor, hogy Magyarországról mennyire specifikus csődmodellek kellenek, ez nagyon jó kérdés. A kelet-közép-európai országok közül szinte mindenhol működnek a világhírű csődmodellek, amelyeket Amerikába, nagyobb európai országokba dolgoztak ki, de nálunk valahogy nem sikerültek, szemben a lengyelekkel, szlovákokkal, románokkal, balti államokkal. Úgyhogy nálunk az a tapasztalat, hogy magyar vállalatokra magyar empirikus csődmodellt kell kidolgozni, mert nem jók a külföldiek, vagy lényegesen romló eredményt mutatnak föl. Érdekes, a lengyeleknek jó a Altman-féle csődmodell, nálunk nem. Nagyon szépen köszönjük. Időgazdálkodást is figyelembe véve szintén tömör válaszokat kérünk majd Retek Mihály előadónktól is. Az első kérdés, ami hozzáérkezett, hogy a szoftverfejlesztés melyik vetülete volt a nehezebb vagy bonyolultabb, a felhasználóbarát jelleg figyelembe vétele és beépítése a programba, vagy az informatikai megoldások megtalálása. Megyek tovább, mert ehhez kapcsolódik még, hogy mennyire érvényes az a feltételezés, hogy a szenáriónak hasonló szavakat kell tartalmaznia, mint a hajtóerőket feldolgozó résznek. További kérdés, milyen hatással lehet a jövőnkre az, ha egy-egy forgatókönyv vagy íresemény megírása során a forgatókönyvírók tudatosan figyelnének arra, hogy több pozitív szót használjanak, mint negatívat. Ha minden igaz, akkor ez a három kérdés tartozik Önhöz. Remélem, hogy nem hagytam ki egyet se, parancsoljon. Az első kérdésre a szoftver ekoszisztémának a nehézségeire. A legelső lépésekben évekkel ezelőtt főleg a felületek kialakítása volt a legnagyobb probléma, hogy az egyes stakeholderek minél egyszerűbben tudják rögzíteni az adataikat. Napjainkban ez az automatizálás és az adatok feldolgozásánál főleg az a probléma, hogy nem sokan alkalmazzák még ezeket a módszereket, vagy egyáltalán nem alkalmazzák a szenárió kiértékelésére, és így elég sok irodalmat át kell olvasni, és rengeteg próbálkozás, hogy melyik lehet jó, melyik nem. A második kérdés... A
a hasonló szavak a szenáriók és a hajtóerők között. Ez egyértelműen nem volt bizonyítható, hogy fedéseknek kell lennie. Itt olyan módszerekkel próbáltam közeliségeket elérni, hogy szinonima adatbázisokat alkalmaztam, és így próbáltam közös metszetekre hozni az egyes szavakat. A harmadik kérdés, igen, ez nagyon érdekes kérdés, mert ha tudatosan fölhívjuk a figyelmet az, hogy a szenáriónak pozitívnak vagy negatívnak kell lennie, akkor a stakeholdereket befolyásoljuk, és így az egyes szenárióknak a használhatósága és megbízhatósága elég rossz mértékben fog elkészülni. Ezért ezt kimondottan nem is szabad hangsúlyozni. Köszönöm, ennyi lett volna. Nagyon szépen köszönöm. A további kérdések Márton András úrhoz érkeztek. Próbálom tömöríteni, elolvasni, meg a csetfalon mindenki el tudja. Az első kérdés, hogy mennyire fogékonyak a vállalati szervezetek a munkatársak ötleteire, akár így is, hogy Magyarországon főleg csak termelnek a vállalatok. A következő kérdés, milyen lehetőségeik vannak a székesfehérvári önálló KKV-knak a nemzetközi piaci rések feltérképezésére, és ezen piaci rések azonnali kitöltésére, milyen akadályai vannak ezen vállalatok nemzetközi megjelenésének. Következő kérdés, hogy a székesfehérvári vállalatoknál jelen vannak-e a vállalati döntés előkészítésben, döntéshozatalban, a mesterséges intelligenciával támogatott döntéssegítő rendszerre gondolnak-e ilyen alkalmazásra, robotizáció, termési folyamatok vezérése alkalmazható-e szerintük? És ha minden igaz, akkor az utolsó kérdés, megoldás lehet-e a robotizálás okozta élő munkaerőhiány csökkenés ellensúlyozására az ipari parkok portfólió bővítése, amely felszabaduló munkaerőt felszívná és részben vagy teljesen nemzetközi piacra terelnének. Parancsoljon, Márton András, mi a szó? Köszönöm szépen a kérdéseket. Így sorban igyekszem megválaszolni őket, és akkor vissza is tudom olvasni. Mennyire fogékonyak a munkatársak ötletre a vállalatok. Ebben elég változó volt a tapasztalatunk, és erre is a többi kérdésre is válasz részben, hogy nagyon meghatározó a, nem csak a innovációs képesség vagy a zöld stratégiák, hanem a kérdésében, hanem ugye az ilyen ötletekben is a vállalati kultúra. Attól függően, hogy a tulajdonos vállalatban milyen vállalati kultúrát közvetít, hogy ez egy magyar-e, egy amerikai tulajdonú vállalat-e, egy japán tulajdonú vállalat-e, ez megjelenik, és nagyon intenzíven megjelent a magyarországi, főleg magyar munkaerővel dolgozó vállalatoknál is. Így a jó példa, egy nagyon jó példa erre a Denso, ugye japán tulajdonú vállalat, ahol az interjúban elmondták nekünk, hogy van minden hónapban talán van egy boríték, amiben ötleteket névtelenül lehet ötleteket tenni, ilyen kis papírcedliken, és ezeket ugye utána megnézik az adott terület vezetői vagy szakértői, akiket érint az adott kérdés ötlet, fejlesztési ötlet, és amelyekről úgy ítélik meg, hogy érdemes lenne bevezetni, akkor azt be is vezetik. Tehát van olyan vállalat, aminél ez egyértelműen megjelenik, ami ezt szeretné beépíteni, ezt a közösségi erőforrást, egy ilyen közös tudás erőforrást, de nem mindegyiknél. Például a kis és középvállalkozásoknál ez kevésbé jelenik meg, habár ugye ott a családias környezet eleve olyan, ami lehetővé teszi ezeknek a közvetlen átadását, ugye a tulajdonosoknak, sokszor maga a tulajdonos, a menedzser ebben az esetben, aki minden nap ugye jelen van a munkavégzés során.
amelyek önálló KKV-k, itt, ha jól értelmezem, akkor ez arra vonatkozik, hogy nem a helyi nagyvátok beszállítói, hanem esetleg önálló működő termelővátok, amelyekkel mi készítettünk interjút, vagy akár amelyek részt vettek a műhely munkán. Jellemzően azért a magyar piacra termeltek, tehát adott esetben nem csak Székesfehérvárra és környékére, de úgy egyébként Magyarország határain belül maradtak. És ezt egyébként probléma volt, amelyik cég ilyet problémaként is jelölt meg, hogy annyira speciális munkagépre van szükségük, amely Közép-Európában csak néhány van, és egy ilyennek a lecserélésére nincsen tőkéjük, tehát az innováció vagy a technológiai fejlesztésük útjában pont ez áll. Tehát a nemzetközi megjelenés abban az esetben lenne, működhetne, hogyha mondjuk pályázati forrást el tudnának erre nyerni, és ezzel be tudnának további beszerzéseket modernebb eszközökre, amelyekre mondjuk a nyugati igények, sokszor magasabb minőség igényeknek meg tudnak felelni. Tudomásom szerint ez nem jellemző, hogy nemzetközi piacra tudnának termelni a helyi kis- és középvállalkozások. Döntés támogató rendszerek, az úgy tudom, hogy ezek a nagyvállalatok, vagy hát a kutatásunkból azt derítettük ki, hogy a nagyvállalatoknál ugye ezek jellemzőek, ott ugye fejlett informatikai rendszerek vannak döntés támogató rendszerekkel együtt, bár ezekről kifejezetten a döntés támogató rendszerekről nem nagyon beszéltek az interjú alanyaink. A kisvállalatoknál viszont, ha valamelyik kisvállalat vagy középvállalat modernebb technológiát, modernebb eszközöket használtak. Bizonyos pályázati források ugye lehetőséget adtak arra is, hogy ilyen informatikai rendszerekkel vagy szoftverekkel fejlesszék a vállalati működést, akkor azoknak jellemzően volt ilyen kimutatások készítésére, a gépeik szoftveres működtetésére, tehát egy részben a robotizációra vagy egy ilyen fél robotizációra lehetőséget biztosítottak ezeknek a gépeknek az irányítására, de ismétlem itt ez a kis és közepes vállalkozásoknál kevésbé volt jellemző, nagy vállalatoknál viszont egyértelműen megjelent. Az utolsó kérdéshez pedig ugye azt a választ adnám, kicsit általánosabb választ talán, hogy a munkaerő, felszabaduló munkaerőt felszívó új lehetőségeket létre tudnának-e hozni. Minthogy ez egy ilyen strukturális munkanélküliségi probléma lehet, talán ennek megoldásaként leggyakrabban használt átképzés lehetne itt is a megoldás véleményem szerint. Ezek az ipari parkok, főleg ha ilyen öko irányba el tudnak menni, tehát fenntartható fejlődést próbálnak megvalósítani, akkor ugye a helyi munkaerő vagy a környéki munkaerő átképzésével talán meg tudnak tartani részben a saját munkaerőket, vagy mondjuk a fentről lefelé megközelítésben, ha hangsúlyt helyez a fehérvári önkormányzat és a régiós vezetés arra, hogy a helyi munkaerőnek átképző programokat, felsőoktatási intézményekkel együttműködést kezdeményezzenek, vagy ilyeneket létrehozzanak, akkor a helyi munkaerő talán valóban el tud helyezkedni ezeknél a székesfehérvári kis- és nagyvállalatoknál. Remélem, sikerült megválaszolnom a kérdéseket. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük az előadóknak az érdekes előadásokat, külön köszönöm ezt a hihetetlen aktivitást a résztvevőknek, időgazdálkodásban is a terv szerinti időket tartjuk, és most a második blokkra kerül sor, a statisztika jellegű előadásokra, bár mondom, itt komoly összefüggés van a két tudományterület között. Ezennel átadom a szót Hideg Éva professzorasszonynak, hogy vezesse tovább az értekezletet. Parancsolj, Éva! Köszönöm a szót, elnök asszony! Szeretettel köszöntöm tudományos ülésünk régi résztvevőit, és az azóta érkezett újabb résztvevőket. Én a következő három előadáshoz csak annyit mondanék bevezetőként, hogy most elmélyülünk a szoftverfejlesztés rejtelmeiben, de reméljük, hogy meg fogjuk ezt érteni, és ennek a gyakorlati hasznát, hogy az adatminőség az alapvető mind a statisztikában, mind az előrejelzés készítésben, és ez a szoftverfejlesztőknek is egy kiemelt problémája, és nagy érdeklődéssel várom az utolsó előadásban a gépi tanulásnak a tudomány
paradigmáját, legalábbis a társadalomtudományi kutatás paradigmáját érintő hatásait, vagy ezzel kapcsolatos vélekedéseket. Első előadás, mindjárt át is adom a szót, a statisztika jövője a szoftverfejlesztők szemszögéből, Python és R adatelemző eszközök vonatkozásában, és az előadó pedig Daróczi Gergely, PhD és rendszerfejlesztő fogja megtartani az előadást. Felkérem Gergelyt, hogy tartsa meg az előadását. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő felkérést, továbbá a témaválasztást is, hogy a statisztika jövőjéről beszélhetek, hiszen bár a statisztikát is érte kritika az elmúlt évtizedekben, elsősorban szerintem annak nem kifejezetten tudományos célú vagy igényű használata miatt, de korán sem annyira túlfűtött téma, mint például a gépi tanulás, mesterséges intelligencia vagy deep learning, így talán egy kézzelfoghatóbb, gyakorlatiasabb jövőkép felvázolására tehetünk kísérletet. Daróczi Gergő vagyok, és affiliációt nem tüntettem fel itt a bemutatott szlájdon, de engedjék meg, hogy röviden azért bemutatkozzak, hogy érthető legyen az általam felvázolt jövőképpel kapcsolatos sajátos szemszög és az elfogultság is. Ezen a képen a GitHub profilom látható, amelyen ezek a zöld négyzetek egy hőtérképben azt mutatják, hogy az elmúlt egy évben hány általam írt kód kontribúció volt ezen a platformon, vagy mások kódját, hányszor hagytam jóvá, ellenőriztem, és így tovább, amiből szerintem annyi a lényeg, hogy az elmúlt időszakban elsősorban valóban szoftverfejlesztésre fókuszáltam, és nem annyira a tudományos kutatásra, viszont ennek köszönhetően sikerült egy bő tucat R csomagot készítenem, közzétennem open source formában, illetve a hajzai R közösségben próbáltam aktív részvételt vállalni a közösség elindításával, néhány hazai, illetve nemzetközi konferencia szervezésével. Oktattam különböző intézményekben, és a napi munkám során pedig R és Python programokat használok elsősorban adatelemzésre az elmúlt 15 évben, és emellett pedig szabadidőmben is szintén ezekkel az adatelemző programokkal dolgozom, legutóbb elsősorban PKPD modell alapú gyógyszeradagolás segítő szoftverek fejlesztésében. És ezzel a háttérrel szeretnék egy rövid áttekintést adni a statisztika történetéről, ami is szoftverfejlesztők számára hasznos, a jelenéről, és ezek alapján pedig egy lehetséges jövőképről. És ez a kép valószínűleg sokak számára ismerős, a Brit Royal Statistical Society és az Amerikai Statisztikai Társaság által szerkesztett Significance magazinból kölcsönöztem, ahol egy idővonalon jól látjuk a statisztikával kapcsolatos főbb mérföldköveket, amelyekben vannak nagyon érdekes mozzanatok, mint például itt láthatjuk, hogy egy egyszerű átlagszámítással az ókorban hogyan sikerült mondjuk az első olimpiai játékok idejét megbecsülni, vagy a T-próbának különösen hasznos felhasználási módjait. Ettől talán a szoftverfejlesztők számára fontosabb a statisztika történetéből a különböző matematikai tézisek, módszerek és modelleknek a megjelenése, és itt láthatunk jó néhány nevet, illetve évszámot. Azonban egy szoftverfejlesztő számára a jövővel kapcsolatban talán ez kevésbé lesz izgalmas és hangsúlyos, hiszen bár az elmúlt időszakban is jelentek meg új módszerek, de hogyha megnézzük a Kaggle-nek az előző éves kutatását, ahol mintegy 20 ezer önmagát data scientistként meghatározó válaszadó válaszolt arra a kérdésre, hogy milyen módszereket és algoritmusokat használnak a mindennapjaikban, ahhoz szerintem fontos tudni, hogy a Kaggle az a gépi tanulással, adatbányászatban versenyzők mekkája, tehát itt azok a felhasználók szerepelnek, akik szeretnék state-of-the-art modellek segítségével optimalizálni a modelljéket, és minél jobbakat készíteni, tehát feltehetőleg jóval szofisztikáltabb módszereket használnak, mint mondjuk a üzleti alkalmazásokban, a mindennapokban, de itt is a felhasználók mindegy 4/5 lineáris vagy logisztikus regressziót említette, majd csökkenő számban néhány döntési fe alapú módszert látunk, és aztán utána néhány neurális háló. De hát, hogyha ezeket megnézzük, mondjuk a lineáris regresszió kapcsán is van mondjuk egy 200 éves múltunk, de még a
adatredukciónál, ami Big Data korában nagyon fontos, mondjuk egy főkomponens elemzés kapcsán is van egy bő 100 éves történetünk, de hogyha többit nézzük, neurális állók is már a 20. század második felétől a kapcsolódó módszerek gyarapodnak, de a random forest is boosted módszerek is, és elsősorban a 90-es évek második felében alakultak ki. Ezzel nem szeretném elvenni a kapcsolódó kutatások értékét, de szoftverfejlesztő szemszögből az esetek nagy részében egy lineáris regresszió bőven elegendő, hiszen a legnagyobb ugrást az jelenti egy szoftver statisztikai szempontból való minőségugrásában, hogy a nulláról egyáltalán valamilyen alapszintű modell bekerül az alkalmazásba, és annak a további optimalizálása már nem fog annyi hozzáadott értéket képviselni. Ettől jóval fontosabb szoftverfejlesztők számára a rendelkezésre álló hardware, amin lehet ezeket a modelleket futtatni. És itt is egy-két mérföldkövet röviden megemlítenék az 1890-es népszámlálási adatok beolvasására készített lyukkártya feldolgozó gép bizonyára sokak számára ismerős, amit aztán Európában is sikerre használtak különböző statisztikai célokra, és a Hollerit által alapított Tabulating Machine Company ma is ismerősen csenkett, bár többszöri felvásárlás során ma már International Business Machines, tehát IBM néven ismerjük. Ezen kívül még egy-két példát hoznék, például a Turing-féle bomba az Enigma üzenetek dekódolására és a kapcsolódó Colossus projekt, ami itt a képen látható, hogy az első általános célú számítógép az Univac. Aminél szerintem nagyon izgalmas, hogy a lyukkártya feldolgozógéphez hasonlóan ez is először az Amerikai Egyesült Államok népszámlási hivatalában került éles bevetésre, majd később a mainframe-ek, amik már üzleti területen is használatra kerültek, majd a 70-es évek második felétől 80-as években a személyi számítógépek megjelenése. Ahonnan már csak egy aprócska ugrás a felhő a jelenkor, itt a képen a Google belgiumi adatközpontjáról látható egy részlet, ahol több nagyságrenden nagyobb számítási kapacitás áll rendelkezésre, mint akár csak pár évre, és ez a kapacitás folyamatosan nő, és válik egyre elérhetőbbé és olcsóbbá a felhasználók számára. Ami a szoftverfejlesztők számára egy nagyon fontos háttér, hiszen a programok ma már sokszor nem is fizikai hardveren futnak közvetlenül, hanem virtuális gépeken, azokon belül is úgynevezett konténerekben futnak az adatelemző algoritmusok. Így nem is alacsony szintű programozási nyelveken íródnak a modellek, mint assembly vagy C sem, hanem inkább script nyelveket használunk, vagy még script nyelveken túl is nem is a gépen futó modellek kerülnek meghívásra, hanem külső szolgáltatások meghívása is egyre általánosabb. És egy példát hagy hozzak ezzel kapcsolatban, hogyha az előző szlájdon a Google szerepelt, akkor most legyen egy Amazon. Az Amazon Web Services, tehát AWS rengeteg szolgáltatást nyújt, gépi tanulás és mesterséges intelligencia területén is, amelyikben képfeldolgozás, szövegelemzés található, de még a zene területén is látunk olyan szolgáltatást, hogy egy appin keresztül egy fejlesztő fel tud költeni egy valamilyen zenei részletet, amit aztán egy mesterséges intelligencia tovább tud dolgozni, és egy teljes számot is tud abból készíteni, de rengeteg hasonló szolgáltatást találunk itt. És a hardveren kívül nyilván szoftverfejlesztői szemszögből a rendelkezésre álló szoftver, amiket lehet használni, és környezet, ami fontos. És ebből az ábrából nyilván a Big Data megjelenése nagyon fontos volt, illetve amikor a digitálisan gyűjtött adat mennyisége meghaladta nem digitálisan gyűjtött adatokét, de mégis szerintem sokkal fontosabb a 93-as dátum, amikor megjelent az R programozási nyelv, és félreértés ne essék, nem kifejezetten az R nyelvnek tulajdonítok nagy jelentőséget. Hasonló eszközök, mint például a Python vagy Python alapú adatelemző modulok, vagy újabban a Julia nyelv, és hasonlóan jó példa lenne, és nem szeretnék semmilyen nyelvi háborút indítani, vagy olajat önteni erre a tűzre, vagy megbántani Python felhasználókat. Én is napi szinten használok Python különböző célokra. De az R, mint kifejezetten adatelemző nyelv, talán egy jó példa az általános célú Pythonnal szemben, hiszen ha megnézzük az elmúlt időszaknak a trendjeit, akkor sokkal egyszerűbb az R-rel kapcsolatos fejleményeket megvizsgálni, mint az általános célú Pythonról leválasztani a nem adatelemzéssel kapcsolatos használati módokat. Ha valakinek esetleg nem ismerős az R, akkor egy rövid áttekintés
Általában az erre kapcsolatban azt szokás mondani, hogy statisztikusok írták, statisztikusoknak alapvetően adatelemzési célból, modellezésre és adatvizualizációra, ami ezen a képen is szerintem nagyszerűen visszaköszön. Ez fogadta a látogatókat az rprojekt.org honlapon, mint egy 5 éve, azóta ez már megváltozott, de a képről talán jól látszik, hogy nem éppen a mai kor követelményeinek megfelelő fancy interaktív ábrákat látunk, hanem meglehetősen puritán, de annál informatívabb ábrák jelennek itt meg, amit valóban statisztikusok készítettek abból a célból, hogy azok alkalmazásra és ne játékra készüljenek. Ma azért, mert sok minden változott, elsősorban az R-Studio-nak köszönhetően, ahogy látjuk ezen az ábrán is, a dizájn teljesen más, validálási célból üzleti felhasználók számára itt néhány logó is feltüntetésre került, hogy kik használnak R-t. És az R-Studio nagyon sokat tett az R-közösség megnyitása és szélesítése érdekében, ami egy szerintem fontos szempont a statisztika jelene és jövője kapcsán. És mint ahogy látjuk például az R projekt honlapján is, ma már az R Foundation, tehát az R core fejlesztők mögött álló non-profit szervezet is ma már Twitteren küldi el követőinek az új blogposztokat, és hát minden erre kapcsolatos konferencia is nagyon aktív ezen a szociális hálón. A statisztikával, adatelemzéssel kapcsolatos környezetekkel kapcsolatban szeretnék egy áttekintést tenni, hogy hogyan alakult az elmúlt évtizedekben. És ezzel kapcsolatban hoznék egy példát, ahol ezen szoftvereknek a hivatalos e-mail listáján nézték meg egy kutatásban, hogy hogyan alakult az e-mailek száma, és azt látjuk, hogy a pirossal jelölt vonal, ami az R, az torony magasan megelőzte az összes többit, és mind a statát, SAS-t is, SPSS-t is maga mögé szorította. Noha, hogyha 2010 utáni időszakot is megnézzük, azt látjuk, hogy itt van némi változás a trendben, és hát visszaesett körülbelül egyharmadával az R lista forgalma is. Hogy ez minek köszönhető, itt nyilván nem arról van szó, hogy kevesebb az R felhasználó, hanem az R felhasználók új kommunikációs csatorna után néztek, és 2012-től kérdéseiket nem a hagyományos levelezési listán, hanem a Stack Overflow-n tették fel. Akik számára nem ismerős a Stack Exchange hálózat, vagy a Stack Overflow programozók által gyakran látogatott oldal, ahol bárki ingyen és bérmentve kérdéseket tehet föl, amit aztán hozzá hasonló felhasználók megválaszolhatnak, és a jó válaszokat és kérdéseket pontokkal jutalmazzák, tehát egy ilyen gamification rendszerrel garantálható a jó minőségű kérdések és válaszoknak a feltevése. És az R közösség kapcsán itt a Stack Overflow egy nagyon gyakran használt felületté vált, olyannyira, hogy hétvégén készítettem ezt a képernyőképet, és itt pirossal bekereteztem, hogy ma 375 ezer darab erre kapcsolatos kérdés fogalmazódott meg a Stack Overflow-n eddig, amelyek egy jó része megválaszolásra is került, tehát ez a platform továbbra is remekül működik. Ezt a képet azért részben árnyalja, ez a 2017-es kutatás, ahol azt látjuk a piros pontokkal, hogy az erre kapcsolatos kérdések száma folyamatosan nő, és ugye ezen az ábrán azt látjuk, hogy az új kérdések hogyan alakulnak hetente vagy havi bontásban, tehát egyre gyorsul az erre kapcsolatos kérdések száma a vizsgált intervallumban, de hogyha szűrünk a jó minőségű kérdésekre, mindezt úgy, hogy a pontszámoknál egy pozitív szűrést teszünk be, akkor azért úgy látszik, hogy beáll egy egyensúlyi állapot, és mintegy 700 ezer kérdés kerül feltevésre. Hogy ezt összehasonlítjuk mondjuk a SAS és egyéb rendszerekkel, ami ahonnan indultunk az e-mail listák kapcsán, ott egyébként hasonló trendek nem jelennek meg. Nyilvánvalóan a Stack Overflow inkább az open source, tehát a nyílt forráskódú eszközöknek a közösség és a kereskedelmi termékek kisebb súllyal szerepelnek ott. Viszont, hogyha megnézzük mondjuk a Pandaszt, ami a Pythonnak az adattömbkezelő legfőbb modulja, ott azért hasonló trendeket látunk. A MATLAB szerintem abból a szempontból érdekes itt zöld vonallal, hogy látunk egy nagyon érdekes éven belüli szezonalitást, ami szerintem egy erős összefüggés mutat az akadémiai évvel, ahogy a hallgatók elkezdik szeptemberben a kurzusokat, MATLAB-bal kapcsolatban úgy nő az érdeklődés is a Stack Overflow, aztán karácsony, illetve a nyári szünet kapcsán ez az érdeklődés valamelyest csökken.
ez talán még jobban látszik Stack Overflow-tól egy kicsit távolodva most már a Google keresési népszerűségében. A hasonló trend rajzolódik ki, az erre kapcsolatban azért nő az érdeklődés, itt a MATLAB kapcsán még jobban látszik a éven belüli szezonalitás, és az egyéb kereskedelmi termékeknél pedig úgy tűnik, hogy az elmúlt időszakban csökken az érdeklődés, és inkább az open source eszközök irányába mozdultak el, akár mondjuk a felsőoktatásban is, hogyha azt nézzük meg, hogy a MATLAB 100%-ról indítottuk 2004-ben ezt az ábrát, tehát a Google ott találta a legnagyobb érdeklődést korábban, onnan visszaesett 50% alá, és e fölé nőtt az R és a Python is hasonlóan. Hogyha egy kicsit kizoomolunk ebből a képből, akár 2020 februárjában láttuk a legnagyobb érdeklődést a Pythonra, ahol ha figyelembe vesszük, hogy ez egy általános célú nyelv, és nem kifejezetten csak adatelemzésre szolgál, ahhoz képest az 1/5 az R forgalom az igen tisztességesnek tűnik. Talán ettől is meglepő, hogyha megnézzük a programozási nyelvek népszerűségi indexét, amivel kapcsolatban a TOB indexet emelném be. Ez egy hónapról hónapra frissített index, amiben a Google keresési trendeket, Stack Overflow, GitHub és egyéb forrásokból állítanak össze egy ranglistát, amelyben az R itt a 8. helyet képviseli, tehát bekerült a top 10-be, annak ellenére, hogy kifejezetten adatelemzésre, modellezésre, vizualizációra alkalmas mondjuk az egyéb általános célú nyelvekkel szemben, és mondjuk maga mögé utasította a PHP-t. Ez nem egy egyszeri alkalom, azóta is a top 10-ben szerepel az R, tehát látványos az érdeklődés a nyelv iránt. Szerintem ez részben annak köszönhető, hogyha valaki informatikával kezd ma foglalkozni, akkor az esetek egy jó részében mondjuk az adatelemzés kapcsán kerül ebbe a térbe, és egyre kevésbé mondjuk webfejlesztés kapcsán. Az érdeklődés nem csak a felhasználóknál alakult így, itt az indeed.com-nak az álláshirdetéseit látjuk ebben az intervallumban, ahol a SAS és statisztika kulcsszavak aránya csökkent az álláshirdetésekben, az R és a Python viszont a nulláról a SAS fölé tudott nőni, tehát elég egyértelmű a munkaerőpiacon is a kereslet. Az R felhasználók számával igyekeztem egy becslést adni, ahol megnéztem a 2004 óta tartott R konferenciák résztvevőinek a számát, amire aztán különböző modelleket lehet illeszteni és becslést tenni a jövővel kapcsolatban. Ez nyilván egy nagyon alacsony elemszámú minta, amiből nagyon messzire nem lehet következtetni. Ettől izgalmasabb volt, hogy még a GDPR előtt sikerült a konferencia szervezőktől elkérnem a résztvevőknek a névsorát, amit arra célra használtam, hogy azonosítottam, hogy ki hány konferencián vett részt, és ezt már mint egy capture-recapture módszerben ezekre az adatokra egy loglineáris, vagy hát több különböző loglineáris modellt illesztve sikerült egy becslést adni azzal kapcsolatban, hogy hány R felhasználó lehet a világban, aminél látjuk, hogy hát a confidence intervallum az hihetetlenül nagy, tehát ez valójában nem egy hasznos kísérletezés volt, de arra mindenképp alkalmas, hogy lássuk, hogy egy szoftverfejlesztő, mint én, mondjuk három sor R-kóddan hogyan tud capture-recapture módszerrel mintavételezett adatokon loglineáris modelleket futtatni, ami szerintem 20 évvel ezelőtt még elképzelhetetlen volt. És hogyha konferenciák, néhány idei konferenciát hogy említsek meg, az RStudio januári konferenciája elsősorban üzleti felhasználóknak több mint 2000 fővel került megrendezésre, vagy az európai R felhasználók találkozója, ami Milánóban történt volna meg, de a Covid kapcsán végül virtuálisan valósult meg több mint 2000 regisztrációval, vagy speciális konferenciák, mint például az R használata a statisztikai hivatalokban, ami idén Bécsben, korábbi években többnyire Bukarestben tartottak. Ehhez kapcsolódó szponzoráció kérdése. A PyData konferenciák mögött a NUM fókuszál, amivel kapcsolatban itt látunk néhány szponzort, és hogyha valaki megtekinti ezt az oldalt, még rengeteg hasonló nagy céget talál, vagy az R kapcsán az R konzorcium, ami szintén open source fejlesztéseket támogat az R világában. És a kérdés, hogy miért támogatják ezek a nagy cégek az open source fejlesztéseket. És ezzel kapcsolatban szerintem egy fontos válasz az integráció, hogy különböző kereskedelmi termékek nagyon fontosnak és egyre fontosabbnak tartják azt, hogy tegyék lehetővé a felhasználóiknak az open source eszközök használatát is a kereskedelmi terméken belül.
Erre láttunk például az IBM Spaces modelleren belül már a 16-os verziótól elérhető R integrációt, de ugyanígy példa az Oracle adatbázis, és még sok más, amivel kapcsolatban 2015 környékén több előadás is elhangzott a hazai R meetupon. És hát nagyon-nagyon örülök, hogy ezt nem nekem kell megfogalmazni, hanem a Microsoft munkatársai néhány éve ezt az abstraktot adták be a hazai R közösségnél, ami hát nagyon röviden azt jelenti, hogy például a mai Microsoft már nagyon nem a 90-es évek Microsoftja, és nem csak a Linux-szal kapcsolatban változott meg az álláspontja, hanem az egész open source, szabad szoftver világgal kapcsolatban. A Microsoft például az R egyik legnagyobb támogatója, és az CRAN tükröt üzemeltet napi snapshotokkal, ami hihetetlen hasznos a közösség számára. És hát a Microsofthoz hasonlóan nagyon sok nagyvállalat vélekedés is megváltozott az open source világával kapcsolatban. Egy nem túl régi hír, azt hiszem, hogy hétvégén vagy múlt pénteken tette közzé Guido ezt a bejelentést, aki a Pythonnak az eredeti szerzője, atya és fő írója, hogy a Microsofthoz csatlakozik, ami hát azért szerintem sokakat meglephetett, amivel kapcsolatban el is indult a találgatás, hogy vajon az Excelben végre Pythont tudunk-e használni. Ezzel kapcsolatban az open source, tehát a nyílt forráskódnak a hihetetlen hatását szeretném kiemelni, és bár maga a GNU projekt 1983-ban indult, és a Free Software Foundation is 85-ben alapította Richard Stallman, tehát egy jó hosszú múltra tekint vissza, de szerintem az elmúlt 10 évben sikerült végre társadalmi hatását ennek kifejtenie, és láttuk a szoftverpiacon belül ezt a hihetetlen átalakulást, hogy ma már elengedhetetlen mondjuk egy kereskedelmi szoftver esetében az open source adatelemző eszközöknek az integrációja. Ennek egy példája a nyílt forráskód üzleti sikerére szerintem lehet a H2O, ami egy gépi tanulás framework Jávában írva, hihetetlenül profi rendszer, nagyon optimalizált, gyorsan fut, klaszteren is hihetetlen jó pontosságú modelleket lehet készíteni, úgyhogy mindez open source, tehát erből Pythonból bárki elérhet ingyen, letöltheti és használhatja, és a H2O úgy kapott eddig 150 millió dollárnyi kockázati tőke befektetést, hogy annak ellenére, hogy ingyenes és nyílt forráskódú az egész termék, Fortune 500-as és 1000-es cégeknek dolgoznak be a saját ingyenesen elérhető termékükkel. Az open source-hoz szorosan kapcsolódik maga a közösség, és egy pár példát hagy hozzak ezzel kapcsolatban. Itthon egy bő 7 éve indult el az R Meetup, ma mintegy 1600 fővel működik, ami még egyszer hangsúlyoznám, hogy az R azért egy elég nincs speciális nyelv, ami csak az adatelemzésre alkalmas alapvetően, és mégis Magyarországon 1600 embert érdekel, illetve a kapcsolódó R vagy R Ladies, ami csak néhány éve indult, de már is 800-900 fővel működik, illetve Budapesten volt az elmúlt években néhány nemzetközi konferencia, amelyek szintén jelzik ennek a sikerét, és e kapcsán fontosnak tartom megemlíteni, ami egyébként már ma elhangzott itt a mai konferencia kapcsán, hogy szerintem nagyon fontos, hogy ezek az előadások online is megtekinthetők bárki által ingyenesen, tehát hogyha valaki nem teheti meg, hogy egy konferenciára jegyet vásárol, hogy személyesen ott részt vegyen, utólag is ezeket ingyen megtekintheti. Tehát nem csak maga a szoftver szabad, hanem a szoftverre kapcsolatos tudás is szintén szabaddá válik itt az előadások kapcsán, és hát bízom benne, hogy a tudományos életben is az Open Access folyóiratok válnak egyre inkább általánosabbá. 2014-ben egy konferencián, nem kifejezetten a statisztikával, hanem statisztikai reporting kapcsán tartottam egy előadást annak múltjával, jelenével és jövőjével kapcsolatban, ami vonatkozó ehhez a mostani előadáshoz is, és akkor tettem néhány becslést, hogy szerintem hogyan alakulhat a jövő. Ebből szerintem néhány dolog egész szépen megvalósult, és egyre inkább úgy tűnik, hogy a hardware kapcsán a felhő a
tűnik a legfontosabb támasztéknak adatelemzés kapcsán. Tehát az esetek nagy részében nem feltétlenül a saját laptopunkon futtatjuk le ezeket a modelleket, hanem vagy infrastructure as a service kapcsán egy virtuális szervert tudunk pillanatok alatt igényelni, és azon elindítani a modellünket, majd annak lefuttatása után azt automatikusan lekapcsolni a költségek csökkentése kapcsán, akár platformot, vagy magát a service-t is tudjuk igénybe venni, ezzel nagyon leegyszerűsítve a szoftverfejlesztésnek a menetét, illetve a szoftver futtatásához szükséges környezetnek a kialakítását, ahol a Docker válik egyre inkább standarddá. Nyelvek kapcsán Python, R szerintem továbbra is hangsúlyos, a Julia nyelv is sokszor használt leginkább komplex szimulációk területén, de egyre inkább úgy tűnik, hogy mind a Python, mind az R képes egyébként alsóbb szintű nyelvekben megjelenő frameworköket használni, tehát ezek a nyelvek is tökéletesen alkalmasak bármilyen adatelemzési célból. És itt még egy pár érdekes dolgot feltüntettem, hogy szoftverfejlesztői környezet kapcsán mik tűnnek befutónak. Egyre inkább az látszik, hogy weben keresztül is elérhető felületek, tehát például egy RStudio szerver, vagy egy Jupyter Notebook tűnik egyre inkább a fejlesztők eszközének, míg korábban volt egy VI vagy Emacs, ezzel szemben minden ma már böngészőben történik, és a nyílt forráskódú licenc szeretném még egyszer hangsúlyozni. Aminek egy példája, ezt a zábrát a hétvégén frissítettem, az látszik, hogy ha csak az R csomagokra fókuszálunk, itt látjuk, hogy az elmúlt időszakban hogy alakult a rendelkezésre álló ingyenesen használható csomagok száma, ami az év végéig, hát így erre az ábrára rátekintve egészen biztosan eléri a 20 000-es darabszámot, ami a CRAN-re bekerül, és ezen kívül még rengeteg olyan csomag található, akár GitHubon, akár máshol, ami ebbe a listába bele se került, és akkor még nem is beszéltünk mondjuk a kapcsolódó Python csomagokról, tehát egyértelmű ez a gyönyörű növekedés a rendelkezésre álló csomagokban. És hát tudom, hogy az idő végéhez értünk, így megköszönöm a figyelmet, hogyha valakit esetleg bővebben érdekelnek ezek az ábrák, akkor itt látható bit.ly címmel ezek megtekinthetők, és nagy örömmel állok rendelkezésre, hogyha van esetleg bármilyen kérdés. Köszönöm szépen! Én is köszönöm szépen az előadást. Egyetlen egy kérdést látok, amit szeretném, hogyha Gergely megválaszolna. Igen. Úgy látom, hogy a statisztikusok fantáziáját nem csigázta föl annyira, vagy már ismertebb számukra ez, és nem jelentett meglepetést. Én, mint jövőkutató, nekem érdekes újdonságot jelentett, és van egy gondolatom ezzel kapcsolatban. Kérem, válaszolja a kérdésre. Igen, egy pillanat. Ja, elolvasom. A decentralizáltan előállított és használt adatok nagymértékű felduzzadása rontja-e az adatminőséget? Lehet, hogy nem valós adatokra alapozzuk tudásunkat és döntéseinket? Mert ugye hát ezek a sokfajta szoftverek, ezek azt jelentik, hogy bárki bármilyen adatot elő tud állítani és felhasználhat bármire. Na most hát ugye egy statisztikus az szereti tudni azt, hogy mennyire megbízható, de a jövőkutató is az adatbázis, amit ezzel lehet képezni. Igen. Nagyon szépen köszönöm a kérdést, ami nagyon jó rátapintott szerintem a szoftverfejlesztők és mondjuk a data scientistek között fellépő kérdésekre, ami a napi munka során azért sokszor előjön. Itt ilyenekre tudok gondolni, hogy szoftverfejlesztők elképzelik, hogy mondjuk a felhasználók aktivitásával kapcsolatban mit érdemes rögzíteni, és ezek alapján készülnek az adatok, amit aztán később az adatelemzők, statisztikusok fel tudnak dolgozni. Aztán az adatelemzés során derül ki, hogy az adatgyűjtés nem volt megfelelő, vagy azért, mert torz a minta, vagy azért, mert nem olyan adatokat sikerült rögzíteni, amire egyébként szükség lenne ahhoz, hogy egy valós, megbízható, valid kutatást le lehessen folytatni. Ezek alapján, legalábbis abban a környezetben, ahol én dolgoztam az elmúlt időszakban, az a kompromisszum valósult meg, hogy a szoftverfejlesztő szorosan együtt dolgozik az adatelemző munkatársal, és a szoftverfejlesztés folyamatába bevonják már az elejétől kezdve, és az adatelemző vagy statisztikus munkatárs határozza meg, hogy milyen adatokat és hogyan kell rögzíteni, hogy azok később valóban felhasználhatók legyenek. Magyarán már
már ugye nem csak az elemzés tartozik az adatelemzőre, hanem az adatgyűjtésnek az előkészítése is, amivel az adatminőség sokkal jobban kordában tartató, mint hogyha ez nem történne meg. Nem tudom, hogy sikerült-e válaszolnom a kérdésre, de ezek a gondolatok jutottak eszembe. Köszönöm szépen. Ez egy nagyon jó ötlet egyébként, hogy egyébként más területen is, a jövőkutatási alkalmazásnál is az a szerencsés, hogyha a jövőkutató együtt dolgozik informatikussal, vagy informatikus jövőkutatóvá válik, mert mint a Retek Mihály esetében ez rendkívüli gyümölcsöző, hogyha mondjuk egy személybe tudja ezt hozni. Nyilván, hogy majd ez fog változni élete során is, de ez az integráció, ez egy nagyon komoly kritérium szerintem, hogy együtt dolgozni, és az adatoknak is az integrálhatósága előtérbe kerül a szoftverfejlesztésnél. Köszönöm szépen, és akkor meghallgatjuk. Most értesültem menet közben, hogy a második előadás az nem lesz meg, mert nincsenek itt a részt előadók, viszont a harmadik előadást akkor most meghallgatjuk, ami tovább fokozza az érdeklődésemet azáltal, hogy a gépi tanulás társadalomkutatói perspektívájáról fog szólni, és netalántán ez egy paradigmaváltást is felvázol a társadalomtudományban ennek az új eszköznek az alkalmazása. Hallgassuk meg Németh Renáta, PhD fokozattal rendelkező egyetemi docens, és Raskovics Márton, szintén ELTÉS oktató előadását. Nem tudom, melyikük mondja. Márton? Üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen a bemutatást. Raskovics Márton vagyok, igen, én képviselem most kettőnket, tehát ez Németh Renátával közös valóban ez az előadás, de most kénytelenek lesznek beérni velem, remélem ez nem olyan nagyon nagy probléma. Egy pillanat és megosztom a diasort, és akkor bele is vághatunk. Kicsit aggódtam, hogy el vagyunk csúszva az időben, de ezek szerint ez egyáltalán nem lesz probléma, mert egyel kevesebb előadás van. Tehát ugye amiről tulajdonképpen röviden szeretnék csak beszélni, ez ugye a gépi tanulás társadalomkutatói perspektívából, és annyit még talán megemlítenék, hogy Németh Renátával az ELTE Research Center for Computational Social Science kutatócsoportjából érkeztünk, éppen ezt a kalapunkat vesszük föl, úgymond. És amiről tehát beszélnék, így előzetesen csak annyit erről, hogy hát egy kicsit negatív lesz a tekintetben, hogy milyen hangsúlyokat emelek ki így a mondjuk a big data vagy a gépi tanulással kapcsolatos dolgok közül, de ezért előre bocsájtanám, hogy abszolút bizakodó vagyok ezek tekintetében, csak most éppen azt gondoltam, hogy ha már társadalomkutatói szemszögből nézünk a dologra, akkor a reflexiót, vagy már előtérbe helyezve inkább így a problémákat emelem most ki. Ugye azt is lehet gondolni, vagy van egy ilyen szemlélet, hogy a big data az valamilyen alapvető áttörést jelent, mondjuk, hát nem csak a társadalomkutatásban, de úgy általában véve valamilyen adatelemzési problémák megoldásában. Vannak, akik azt gondolják, hogy azzal, hogy kvázi minden adat rendelkezésre áll, ami egyáltalán létezhet valamilyen témában, azzal valahogyan nem csak mennyiségi, hanem minőségi különbséget is tapasztalhatunk. Tehát itt, ahogy az idézet mondja, hogy valahogy a valóság sokszínűségét képezhetjük le, tehát itt valamilyen közvetlenebb hozzáférést kaphatunk az úgynevezett valósághoz. És hogy valahogy ennek a big data-nak a lehetőségei
tulajdonképpen korlátlannak is tekinthetőek. Itt az idézett cikk Dezsőfi és Lángtól persze kritikusabb annál, mint ahogy én most itt bemutatom, de az ő hozzáállásuk alapvetően pozitív, és most egy kicsit ezzel szembe menő dolgokról fogok beszélni. Mindenesetre az a fő állításuk, és mondhatjuk, hogy akik pozitívan tekintenek erre az egészre, az lehet a fő állítás, hogy hát ez a nagyobb felbontás, ez ténylegesen mélyebb megértéshez vezet. És hát, hogyha szinte tetszőleges részletességgel tudunk vizsgálni társadalmi jelenségeket, akkor ugye elengedhetjük az ilyen leegyszerűsítőbb, mondjuk durva kategóriákat, mint hogy nő, hanem sokkal finomabb felbontásra mentünk. Itt a példa az a városi idős, ez persze még mindig nagyon, nagyon leegyszerűsítő, de nyilván értelemszerűen tetszőlegesen tovább mehetünk a kategóriák felbontásában. De hogy Dezsőfi és Láng is mondja, hogy tulajdonképpen ezek hiába hiperrészletesek az adataink, és hiába bővítjük tetszőlegesen finomra a kategória rendszerünket, hogyha ez tulajdonképpen a társadalmi folyamatoktól, társadalmi komplexumtól idegen módon történik, akkor nem vagyunk igazából sokkal előrébb, hogy az a mélyebb megértés, amit a Big Data kínál, az nem adja magát olyan automatikusan, ahogy esetleg szeretnénk, hogy legyen. És itt hadd idézem csak Lukács Györgyöt, így talán kevésbé népszerű manapság, de szerintem nagyon, nagyon érdekes dolgokat lehet tőle tanulni, akár itt a Big Data-val kapcsolatos, vagy a géptanulással kapcsolatos társadalomkutatói problémák szempontjából meglepő módon. Szóval hogy az idézet, hogy nem úgy van, hogy a kategória rendszeren belül játszódik le a történelem, hanem úgy van, hogy a történelem a kategória rendszer megváltozása. Ez mit is jelent? Hát azt jelenti, hogy ezek a mesterséges kategóriák, amiket mondjuk valamilyen hiperrészletes adatbázisból nyerünk ki, azok teljesen érdektelenek tulajdonképpen, és hogy amíg az nem valahogy immanensen származik abból a társadalmi komplexumból, amiből keletkezett, addig az nem fog közelebb vinni minket a megértéshez, az majdnem, hogy biztosan kijelenthető. És hogy mondhatjuk, hogy hát ez a Big Data azért is jó, mert nem csak, hogy nagyon részletes, és akkor esetleg mélyreható, hanem van egy másik előnye mondjuk a hagyományos szörvékutatásokkal szemben, ahol mondjuk valamilyen véleményeket kérdeznek meg, hogy itt valami tényleges viselkedéseket tudunk megfigyelni, tehát mondjuk a Twitter üzenetek összegyűjtése a netről, ugye az nem valamilyen mesterséges, mondjuk egy ilyen kérdezési szituációban létrejött adatok összegyűjtését jelenti. De hogy ez magától értetődően előrébb vissza, az már egy kérdés, ugye, hogy ha azt gondoljuk, hogy esetleg a vélemények, amiket szörvékkel össze tudunk gyűjteni, azok nem feltétlenül a validak, nem azt a valóságot tükrözik, amiről állításokat szeretnénk megfogalmazni, hát akkor ez ugyanígy igaz azokra a viselkedésekre, amiknek a lenyomatait mondjuk Big Data formájában el tudjuk érni. Mert ha csak nem mondjuk például csak és kizárólag valamilyen Twitter tevékenységről akarunk állításokat megfogalmazni, akkor nem biztos, hogy sokkal közelebb vagyunk Twitter bejegyzések elemzésével, mint hogyha ugyanebben a témában szörvét készítenénk. Sőt, vannak erre nagyon jó példák, hogy például a Twitter és szörvé hogyan viszonyul egymáshoz, és hogy melyikből lehet egy adott témában validabb következtetésekre jutni. Nem árulok el a titkot, hogy hát nem feltétlenül a Twitter jön ki győztesen ebből a dologból, hiába sokkal-sokkal nagyobb mennyiségű adathalmazból lehet ezzel dolgozni. És hogy tovább szaporítsam a problémás, hogy mondjam, esetek tárát, ugye
valószínűleg mindenki ismeri a Google Flu Trends-et, az egyik ilyen elhíresült big data alapú megoldás, ami ugye az influenzás megbetegedések jóslására volt alkalmas egy ideig. Ugye Amerikában a CDC elég pontosan követi azt, hogy milyen megbetegedések vannak. Ugye az orvosok kötelezően jelentik az influenzához hasonló eseteket, de ugye ott van egy késés az adott feldolgozásban, körülbelül 2 hét. És a Google kutatói még 2009-ben azt érték el, hogy ezt a 2 hetes késést tulajdonképpen szinte nullára redukálják, azt látták, hogy a Google keresésekben tulajdonképpen real-time látható, hogy hogyan fut le egy influenza szezon egy adott évben, ahogy itt az ábrán is láthatjuk. Most az a helyzet, hogy ez egy ideig nagyon jól működött, aztán problémák adódtak, ugye, és akkor érdemes meggondolni, hogy mi történhetett, és hogy ahhoz muszáj egy picit belenézni abba, hogy ténylegesen mi történik. És ez az állításom, hogy egy kicsit legalább meg kell érteni azt, hogy hogyan működnek mondjuk a különböző gépi tanulási, mesterséges intelligencia alapú módszerek, ez a későbbiekre is vonatkozik, és hát szerintem, hogyha egy társadalomkutató még nem is feltétlenül statisztikus, de egyszerűen ezzel az új és fontos társadalmi jelenséggel akar foglalkozni, hogy a big data, vagy a gépi tanulás milyen hatása van társadalomra, vagy mi ez a dinamikus kapcsolat, akkor legalább egy picit értenie kell azt, hogy mi történik ott a háttérben. És ugye a Google egyébként azt csinálta, hogy hát nyilván voltak megfelelő idősoros adatai a keresésekről, és tulajdonképpen egy nagyon egyszerű logisztikus regressziós modellt illesztett ezekre a keresési adatokra. Ugye visszamenőleg persze tudták a tényleges influenzával kapcsolatos orvoslátogatási számokat, tehát ezeket összetudták rakni egy modellbe a keresésekkel. És de persze arról van szó, hogy hát 50 millió keresési kifejezés közül kellett megtalálni azokat, amik ténylegesen hatással vannak az influenzás megbetegedésekre. Ugye látjuk, hogy még ha nagyon sok adatpontunk is van, úgymond a változók száma is irgalmatlanul nagy, tehát nagyon oda kell figyelni arra, hogy ténylegesen mely változók játszanak majd szerepet a becslésben. Ugye, és például ilyenek kerültek bele a releváns kifejezések közé, mint a high school basketball. Ugye, ez teljesen furcsa, hogy mikor ez az influenzának a középiskolás kosárlabdázáshoz, és hát ez a válasz, hogy mind a kettő ősszel van, és hát annyira erős az együttjárás a kettő között, hogy ez relevánsnak mutatkozott a becslés szempontjából. Na most az a helyzet, hogyha megnézzük most a Google Flu Trends oldalát, akkor azt látjuk, hogy hát nem, most már nem üzemel ez a szolgáltatás, nem elérhető, és itt a szövegből a lényegi rész az idézet, hogy it is still early days, tehát hogy hiába a 20 évnyi kutatás, meg mérhetetlen adat, amit a Google összegyűjtött, ez legalábbis most nem akarom azt mondani, hogy ez konkrétan most is a mostani járványra is igaz, de legalábbis az utóbbi évekig igaz volt, hogy még így sem tudták megfelelően pontosan megbecsülni, hogy hogyan fut le mondjuk az influenza járvány. Ugye persze a kérdés, hogy mi lehet a probléma, hogyha ilyen sok adat áll rendelkezésre, akkor mi az akadálya annak, hogy szinte közvetlenül rálássunk úgymond a valós folyamatokra, és egyébként nem egyértelmű a válasz erre a kérdésre. Az egyik például egyik válasz lehet az, hogy maga a Google visszahat azzal, hogy hát nem mindenkinek ugyanazokat a keresési eredményeket adja, ugye tudjuk, hogy ez személyre szabottan működik. Hát már ez önmagában is ugye befolyással van a modellre, hiszen ott a keresési kifejezések jelentik a magyarázó változókat, vagy a keresések legalábbis, és hogyha ajánlja, hogy mire keressek rá, akkor nyilván ezzel befolyásol.
A másik egy mondjuk a túlillesztés, ami persze az irgalmatlanul sok magyarázó változóból következhet, akkor is, hogyha egyébként nagyon sok adatponton van. Van egy híres mondása, van az Elements of Statistical Learning című könyv, amit talán a statisztikusok közül sokan ismernek, az tulajdonképpen a kurrens adatelemzési módszerek bibliájának tekinthető. Ebben szerepel ez a Batten Sparsity Principle, tehát fogadjunk a ritka adatokra, vagy hát a ritka modellekre, inkább azt mondanám, hogy válasszunk olyan modelleket, amik a ritka problémákon jól működnek, mert olyan modellek ugyanis nincsenek, amik a sűrű problémákon jól működnek. Mi az, hogy ritka vagy sűrű problémák? Hát a Google Flu Trend példáján ez könnyen megvilágítható. Ugye a ritka probléma azt jelenteni, hogy a nagyon sok potenciális magyarázó változó között kevés van tényleges hatással, vagy kevés van tényleges összefüggéssel a kimeneti változóval, tehát hogy az influenzás megbetegedésekkel. A sűrű probléma az lenne, hogyha tulajdonképpen valamilyen módon minden kereső kifejezésnek hatása lenne. Egy általánosságban azt mondhatnánk, hogy egy társadalmi jelenséget vizsgálunk, akkor azt néhány jól elszigetelhető hatás mozgatja, vagy pedig tulajdonképpen minden más, amit potenciálisan megfigyeltünk a társadalomban, releváns hatással van a kijelölt problémára. Ez a két helyzet nagyon nem ugyanaz, és nagyon nem ugyanolyan problémákat eredményez adatelemzési szempontból. Utóbbiakra nézve nem annyira tudunk jó modelleket találni, tehát reménykedjünk abban, hogy a valóság úgy működik, hogy kevés oka van egy-egy okozatnak, legalábbis ami mondjuk a szubstantív fontosságát illeti a dolognak, mert ez az egyetlen helyzet, amikor egyáltalán reménykedhetünk abba, hogy mondjuk big data-ra alkalmazott valamilyen géptanulási modellekkel használható következtetésekre jutunk. Tehát hogy az igazság, hogy sajnos nem az a helyzet, hogy még ha minden... hogyha populációs adatunk is van, akkor is automatikusan megkapjuk a helyes eredményt. Egy másik ilyen példa arra, hogy mondjuk hogy néznek ilyen dolgok a gyakorlatban, ugye ez megint egy ilyen híresebb példa, hogy ennek a target, ez a Target bolt, ez egy ilyen szupermarket Amerikában, és hát ott abból, hogy valaki milyen típusú, vagy milyen termékeket vásárolt meg együttesen, abból mondjuk következtetni tudtak arra, hogy ő várandós, holott még ezt ő maga sem tudta, és hogy léteznek ilyenfajta már ijesztő értékben jó predikciós modellek. Tehát ez valamilyen kiszámíthatóságot, vagy determinisztikus jelleget sugal, ami valahogy működik a világban. Aztán az a helyzet, hogyha ezeket a példákat jobban megkapargatjuk, ezeket a konkrét alkalmazásokat, akkor aztán mindig valami hasonló dologra jutunk, mint a Google Flu Trends kapcsán, és mutatok még egy-két példát, amik különböző módon balul elsült ilyen mondjuk gépi tanulási alkalmazások. De hogy itt a kiszámíthatóságról annyit, hogy hát a módszertanban nem csak társadalomkutatók járatosak, hanem hát nyilván más tudományág. A képviselői például fizikusok, ők sokszor nagyon jó programozók, gyorsan átveszik, vagy kitalálják a különböző új gépi tanulási technikákat. Úgyhogy hát akkor nyilván megpróbálkoznak különböző társadalomtudományi problémák vizsgáltával is, hogy hát ha ez az új módszertanukkal valamilyen jobb eredményre lehet jutni, mint korábban, és hát ez eddig nem igazán voltak erre jó példák. Ez megint egy ilyen kevésbé jó példát szeretnék említeni. Ugye ez arról szól, hogy mennyire lehet megmondani big data alapon, hogy egyszerűen mit csinálnak az emberek, egy ilyen viselkedés elemzés. Ez nem ma volt, de
de ma sem lenne más, más az eredmény, mint 2004-ben, amikor Barabásék csinálták azt, hogy MIT hallgatókat követtek, és hát látszik, hogy nagyon-nagyon sok információt összegyűjtöttek arról, hogy ezek az önkéntes hallgatók merre járnak, mit csinálnak napközben. Hordtak egy GPS karórát, tehát hogy folyamatosan követhetőek voltak, és azt találták, hogy hát a diákok nagyon-nagyon rendszerezetten élik a mindennapjaikat, 90-96%-os valószínűséggel meg lehetett jósolni, hogy hol vannak. Ugye, és ez egy ilyen látszólag nagyon meggyőző eredmény. De bárki, aki mondjuk statisztikusként foglalkozott valaha időmérlekutatással, vagy egyáltalán csak belegondolva, hogy mi történik, hát teljesen természetes, hogy az életünk nagyon nagy részét társadalmiatt kötött tevékenységekkel töltjük, amiknek megvan a maga rendszere, tehát hogy egy, mit tudom én, szalagsori munkás mikor van a gyárban, ahhoz nem kell big data, hogy megjósolja az ember, ahhoz néhány adatpontból utána az jól extrapolálható egy bizonyos ideig, ugye, ahogy láttuk a Google Flu Trendsen is, hát ez elég egy egy valamilyen különlegesebb esemény, amit már nem tudunk megmondani, ugye az a hiányzó 4-10% innen a diákok tevékenységéből, és azok a lényeges dolgok, és akkor persze szétesik a modell. Hogy ez olyan, mint amit ilyen lébi repülésnek is szoktak hívni. Tehát, hogy ez egy állatokra használt modell, konkrétan mondjuk madarak mozgására, de tulajdonképpen a diákok is pontosan így mozogtak, tehát az emberek is általában csinálják, hogy az esetek döntő többségében nem csinálnak semmi drasztikusat. Ha a helyzetüket követjük, akkor nagyjából ugyanott vannak, mint tudom én, az irodán belül, a lakáson belül, nem tudom, munkahelyen belül, ide mozognak piciket ide-oda, és akkor vannak ritkán nagy ugrások, amikor, tudom én, olyan helyre mozog valaki, ahova egyébként nem szokott, vagy egyszerűen nyilván nem csak fizikai térben mozgásra lehet szó, hanem bármilyen tevékenységre ezt általánosítani lehet. Hát ugye az, hogy ilyen típusú mintázatokat találunk az embereknél is, amiket egyébként tudom, a biológiában, az nem olyan nagyon különlegesen meglepő akkor, hogyha valakinek van valami alapvető társadalmi ismerete. Tényleg, ez az a... hogy úgymond a long tail az érdekes, tehát hogyha megnézzük azt a jobboldali ábrán, a pici belső ábrát, ugye mi van ezekkel a ritka hosszú mozgásokkal, ilyen absztrakt értelemben, az mi van ezekkel a ritka eseményekkel, ezek az igazán érdekesek, és ezek a nehéz kérdések, és erre majd még visszatérek röviden. Szóval, hogy magyarul nem minden egy probléma egyformán nehéz, és nem is egyformán érdekes. Tehát az, hogy valaki... diákok fél napot ugyanott töltik, azt meg tudjuk mondani, és nagyon, de hogy ez nem különösebben izgalmas. És ha társadalomkutatói szempontból nézzük, ilyen szociológiai, nem tudom én, mondjuk társadalomelmélettel felvértezve, akkor azért lehet valamilyen értelmes elkülönítést végezni a vizsgálatra inkább és kevésbé érdemes mondjuk tevékenységek között. Tehát, hogy a viselkedés, a mozgás az aztán a kevésbé érdekes és fontos, és egyébként viszont jobban, könnyebben vizsgálható dolgok közé tartozik, és persze a legizgalmasabbak a dinamikus társadalmi kapcsolatok, amiknek már a minősége is mondjuk jelentőséggel bír. Az alapvető lényege, valahogy az emberi érintkezésnek az a jelentés tulajdonítás, illetve az intencionalitás. Tehát, hogy nem elég az, hogy mit csinál valaki, az igazából nem különösebben érdekes, illetve nem mondja el a történetet a lényegi szempontból, mert hogy miért csinálja, az sokkal fontosabb. Ugyanaz az a tevékenység, az... ha különböző ugye motivációval történik, az teljesen más jelent, ugye valószínűleg mindenki ismeri Max Webernek a favágós példáját, az ilyen. Tehát mondhatjuk, hogy végül is akkor a big data nem azért érdekes, mert
ebből a szempontból újat jelentene, vagy legalábbis ez a kevésbé fontos dolog, hogy most ügyesebb predikciókat tudunk adni mondjuk, nem tudom én, valamilyen társas viselkedésről, hanem hogyha társadalomkutatóként, szociológusként nézünk a társadalomra, akkor sokkal érdekesebb abból a szempontból, hogy ez a big data és az ezekre épülő algoritmusok, azok tényleges társadalmi szervező erővé válnak. Hát aki, nem tudom én, a közösségi médiában bármilyen is foglalkozott, annak ez teljesen nyilvánvaló állítás. Hát, hogy, de mégis szociológusként, tehát ez a társadalom szervező erő az, ami érdekessé teszi a dolgot, de persze nem árt belenézni azokba az algoritmusokba, hogy akkor mégis hogyan működnek, hogy ha már látjuk, hogy valamilyen formában jelentős hatásuk van a társadalmi folyamatokra, akkor az miből következik, egy picit szedjük szét ezt a dolgot. És akkor ezzel kapcsolatosan néhány példa, ugye ezeket így általánosan algoritmikus torzításnak hívom, de itt a ténylegesen a torzításnak különböző okai vannak, nem kifejezetten, vagy szó szerint a feltétlenül az algoritmusból következnek. Az egyik ilyen példa, amiről most jelent meg Forkson és Németh Renát a cikke, a Google Translate-nek a korábbi, vagy meg jelenlegi fordítási, torzítási, vagy sajátossága, én inkább azt mondanám. Ugye világos, ő egy orvos, azt ugye angolra, vagy hát olyan nyelveknél, ahol kifejezik a nemet, akkor ott ugye kétféleképpen is le lehetne fordítani, ugye he is a doctor, vagy she is a doctor, vagy ott, hogy ő egy babysitter, vagy she is a babysitter, vagy he is a babysitter, ugye nem egyértelmű, ha csak ennyi a bevitt szöveg, vagy a szövegkörnyezetből nem derül ki, hogy nőről vagy férfiről van szó, hogy hogyan kéne lefordítani. Hát a Google persze azt csinálja, hogy hát az által elérhető szövegek elemzésénél a gyakoribb megoldást választja, tehát mivel az orvos általában he, a babysitter pedig she az általa használt szövegkorpuszban, ezért nyilván ezt a megoldást használta, persze most már ők is nem olyan régen bevezették azt, hogy amikor ilyen nem egyértelmű megfeleltetés van, akkor felajánlja a másik lehetőséget, és felhívja a figyelmet, hogy itt esetleg másról van szó. Tehát, de ez a típusú kódoló, tulajdonképpen automatikus kódolódása egyfajta ilyen torzításnak, az abszolút jellemző az ilyen big data alapú algoritmusokra, és ezeket sokszor nagyon nehéz kiszűrni, nagyon sok munka vizsgálni azt, hogy mik azok a számunkra releváns dolgok, amikbe esetleg torzítás kerülhetett valamilyen okból, például az adatbázis sajátosságaiból adódóan. Egy másik példa, ez a Wu és Zhang féle ilyen kép arcfelismerő alkalmazás, ők kínai szerzőpáros, és hát arra építettek egyébként technikai értelemben egy nagyon magas szintű, színvonalú arcfelismerő modellt, hogy elválasszák egymástól a bűnözőket és a nem bűnözőket. Ez mondhatnám, hogy persze egy társadalomkutatónak megint ez egy hát jól ismert és régi történet, ugye a nem tudom, 19. századi fiziognomusok sokat próbálkoztak ilyesmivel, és világos, hogy ez egy teljesen butaság. De lehet, hogy nem tudom, szoftvermérnököknek nem feltétlenül ez a szempontrendszerük van, hanem ők a technológiára fektették a hangsúlyt, és hát aztán persze megkapták a nagyon kemény kritikát tekintetben, hogy hát ilyen, ez teljes butaság, és hogy amit találnak, hogy mit tudom én, a szemek közötti távolság, vagy az ajak görbülete, nem tudom én, valamilyen az orr és az ajak szélek közötti, nem tudom, szög, ami szerintük segít megbecsülni, hogy valaki bűnöző-e vagy sem, szóval, hogy ez egy ilyen artefaktuma az adatbázisnak, ezt végül is be lehet mutatni, tehát, hogy nem kell valamilyen normatív, nem is tudom, megfontolásokra támaszkodni, hanem tisztán technológiai oldalról is be lehet bizonyítani, hogy ez egy butaság, ezt nem érdemes csinálni. Vagy szintén egy alkalmazási példa az egészségügyi kockázatbecslésről,
amiben azt mutatták ki, hogy egy Amerikában nagyon-nagyon sok millió embernél alkalmazott kockázatbecsülő algoritmus a szisztematikusan torzította a feketék kárára. Tehát, hogy látjuk itt a vízszintes tengelyeken, hogy ott van a rizikó pontszám, amit becsül az algoritmus, és akkor a függőleges tengelye meg valamilyen betegségnek az aránya, vagy előfordulási aránya, és hát ugyanazon haza rizikó pontszámhoz, hát látszik, hogy nagyon eltérő egészségügyi állapot tartozik fehérek és feketék között, és nyilván akkor így adott esetben, ha a rizikó, ugye azért vannak ezek a modellek, mert utána a rizikópontszám alapján fognak valamilyen beavatkozást elvégezni, tehát hogy nem feltétlenül műtétet, de hogy valamilyen egészségkorrektet megőrződ, vagy mit tudom én, hasonló dolgot. És akkor hát nyilván a feketék sokkal rosszabbul járnak, mert enyhébbnek, relatív enyhébbnek mutatkozik az állapotuk a rizikópontszámok alapján, mint egészségügyi állapotuk, mint amilyen ténylegesen lenne. És egyébként az algoritmus használói nagy amerikai biztosítótársaságok ezek, miután ez kiderült, vagy hát tudomást szereztek erről a problémáról, ezt utána korrigálták, legalábbis igyekeztek korrigálni. De hogy ez egyáltalán nem nyilvánvaló, van jelenik meg, és az, hogy most egy bizonyos torzítást észrevettek, az nem azt jelenti, hogy ezzel minden más jellegű torzítást kiküszöböltek volna. Tehát ez egy tulajdonképpen akár egy soha véget nem érő folyamat lehet a folyamatos korrekciók sorozata, és itt ráadásul az a baj, hogy nem mondhatjuk azt, hogy hát az adatok maguktól megmondják, hogy nem tudom én, mi valakinek a rizikópontszáma, és az alapján milyen egészségügyi ellátásban kell részesíteni, hogyha utána kézzel mi addig tekergetjük a dolgot, hogy bizonyos tartások kikerüljenek a modellből, szóval végső soron megint visszanyomjuk a modellt egy ilyen szakértői becslés irányba. És egy utolsó példa talán, ez ami idén nyáron nagy visszhangot keltett az ilyen képfeldolgozási körökben, ez a Pulse modell, és azt csinálja ez a modell, hogy neurális háló alapú modell, hogy valamilyen ugye pixeles, tehát rossz minőségű képet feljavít, és akkor tesz ilyen magasabb minőségűvé, és ugye ennek el lehet képzelni, hogy milyen alkalmazási lehetnek, mit tudom én, mondjuk bűnöldözés, ahol van egy rossz minőségű felvétel a bűnelkövetőről, és akkor utána kvázi, mint az ilyen skifikben kiélesítjük a képet, és akkor az alapján nem tudom, lehet körözést kiadni, vagy elfogni valakit. Tehát ez elvben akár működhetne, és a gyakorlatot azt látjuk, a baloldali pixeles kép az akár felismerhető, hogy Barack Obamát ábrázolja, a jobboldali pedig hát valami a számítógép által generált ugye nem valódi arc, de elvileg a pixeles képnek a feljavítása. És az egy dolog, hogy nem Barack Obamát kapjuk vissza, a felháborodás azon volt, hogy hát ugye ez a whitewashing történt, tehát hogy egy afroamerikaiból csinált egy fehér férfit ez az algoritmus, és hát ezen nagyon-nagyon sokan felháborodtak. Ugye Amerikában ez egy különösen érzékeny téma. És hát persze mindennek elhordták az algoritmust, meg a készítőit, de azért Jan LeCun-tól idéztem ezt a ilyen szereplő szöveget, hogy világosá kell tenni, hogy mi itt a probléma, és mi nem a probléma. De egyszerűen arról van szó, hogy ha bizonyos típusú adatokat adunk be, akkor pont ugyanúgy, ahogy egy klasszikus szörvénél, ugyanúgy az adatokban megjelenő sajátosságok átkerülnek az eredményekbe, tehát mondjuk ez az adatokban megjelenő torzítás, ha úgy tetszik, abban a szempontból akkor nyilván reflektálódni fog a modellünk kimenetében. Ha kicsit durvábban akarok fogalmazni, akkor persze garbage in, garbage out. De hogy nem arról az, hogy maga a technológia lenne a hibás, hanem csak egyszerűen sokkal körültekintőbben kell alkalmazni, hogy a survey, nem tudom, kutatást sem átkozza el senki azért, mert valamilyen rossz adatokra használtuk, vagy végeztük el. De ugye az előbb említettem ezt a példát, ahol a beteg
betegségekre valóval kapcsolatos rizikópontszámokat becslő algoritmus vagy adó algoritmusnak a módosítását próbálták elvégezni, hogy ne torzítson a feketék kárára. Na most, ha a szoftver oldalról nézzük a dolgot, akkor pont ezzel ellentétesen megy a világ. Tehát a Tesla-nak a vezető AI kutatója Andrej Karpathy, aki egy ilyen nagyon nagy név a képfeldolgozásban, haknizza körbe az internetet mostanában ezzel az úgynevezett Software 2.0-val, ami arról szól, hogy hát most konkrétan itt a Tesla autókban lévő önvezető funkciót megvalósító szoftverkódnál a korábban mérnökök által mondjuk úgy, hogy szakértőileg összeállított vezetési kódot, azt egyre inkább fölváltja az olyan típusú szoftverkód, amit nem valami ember kézzel írt, hanem ilyen gépi tanulás alapú már maga a kód, ha úgy tetszik. Hát persze az is egy neurális háló, aminek tulajdonképpen a megírása az végső soron valahogy a hálónak a paramétereinek a megbecslése, de ez már végül is egy új ilyen paradigmának tekinthető, hogy egy abstraktabb szinten írjuk a kódot, mint ahogy korábban, és ennek az aránya, részaránya például az önvezető autók szoftverében ez egyre növekszik. Van egy úgynevezett data engine, amit a Teslások üzemeltetnek, ami úgy néz ki, hogy ott van az autó, ami, hogyha a bal felső sarkot nézzük, akkor egyfelől maga az alkalmazás is, ugye hát megpróbálja valahogy megfelelő sávba tartani az autót, a beleépített neurális háló, egyfelől adatgyűjtő is, hiszen az autó kamerái által, meg szenzorai által rögzített adatokat ugye visszaküldi a Teslához, és hogy hát Azt követni lehet, hogy hol kerül gondba az önvezető autó algoritmusa, tehát neurális hálója, és akkor a ügyeket kifejezetten figyelik azokat az eseteket, ahol a sofőrnek vissza kellett venni az irányítást, és ezeket az ilyen edge-case-eket, tehát ritka eseteket, ezeket gyűjtik célzottan, ezekre fókuszálnak, és utána kifejezetten ezekhez gyűjtenek adatokat. Tehát azt csinálják, hogy végsősorban az alkalmazáshoz illesztve torzítják az adatbázist, ahol ami egyszerű probléma, ott kevesebb adat elég, ami bonyolultabb, ritka probléma, annak a megfelelő megtanulásához, vagy kezelésnek a megtanulásához, ahhoz sokkal több adat kell, és akkor ezt a kört üzemeltetik, hogy a frissített kódot persze kiküldik az autóknak, ugye ezt is nyilván a neten keresztül, és utána akkor új problémákat generál a vezetésben, és akkor azokat megint gyűjtik, és így megy ez a kör. Végsősorban ez egy olyan automatizált rendszer, ami minimális, legalábbis korábbiakhoz képest minimális emberi beavatkozással javítja az önvezető képességét az autónak. És ezt mondhatjuk egy ilyen active learningnek, ugye annak most nem tudom, az oktatás szociológiai értelemben, vagy pedagógiai értelemben, tehát hogy ahol célzottan keressük azokat az eseteket, amivel valamilyen problémánk van, és akkor azokhoz hasonlóakat igyekszünk azokhoz hasonlóakat igyekszünk még találni, hogy pontosabb becsléseket adjunk. És itt egy arról van szó, hogy az adatok címkézése a kulcs, azon kívül, hogy a megfelelő adatokat szelektenk, tehát kiválasztjuk azokat itt most éppen képeket, ahol az autó nem tudta, hogy mit kéne csinálni, és ott emberek megcímkézik az adatokat, hogy ott mit is kéne látni, mi volt az, amit rosszul ismert fel a neurális háló. Tehát ezt az egészet azért mondtam el, mert gyakorlatilag mondjuk így a Tesla tekintető az egyik éllovasának, így a big data legalábbis mondjuk a vezetésre való alkalmazásra tekintve, és hát ők is hiába a sok adat, meg minden, ők is gyakorlatilag a kézi annotálást végeznek
csak nagyon pontosan választják azokat az eseteket, amiket érdemes kézi anotálni. De hogy megint arról van szó, hogy ott van az a mérhetetlen sok adatuk, de az egyáltalán nem elég ahhoz, hogy az minden további nélkül mondjuk például önvezetésre képes, nem tudom én, autókat eredményezzen, hanem igenis megint tulajdonképpen szakértői módon, vagy emberi intelligenciát hozzáadva bele kell nyúlni a folyamatba. És hogy egy ilyen utolsó példa a mai, nem tudom én, leginkább, vagy legfejlettebb ilyen big data alapú megoldásokból. Ez az OpenAI-nak a GPT-3 modellje, ez a Generative Pre-trained Transformer-t akart jelenteni, ez egy ilyen transformer típusú neurális hálót jelent, és ez egy olyan neurális háló, ami szövegelemzésre fejlesztette ki, nem csak arra alkalmas, de lényegében nagyon sokféle nyelvi feladat megoldására képes, tehát fordításra, szöveggenerálásra, vagy kiegészítésre, ilyesmikre, és ennek 175 milliárd paramétere van, tehát el lehet képzelni, hogy milyen hihetetlen erőforrás igényes, meg adatigényes ennek a modellnek a tanítása. Ettől az általános nyelvmodelltől sokat várnak, vagy hát már úgy tűnik, hogy elég sokat tud. Azt nem is lehet szabadon hozzáférni, mert annyira élethű szöveget generál, hogy esetleg azzal mondjuk, nem tudom én, lehetne elképesztő mennyiségű mondjuk álhírt az internetre önteni, de egyébként ez annak ellenére, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó az eddigi nyelvmodellekhez képest, ugyanakkor egy ember ezzel a modellel úgymond beszélgetve, hogyha ebből valamilyen, nem tudom én, chatbotot építenek, akkor nagyon-nagyon gyorsan le tudja buktatni, tehát nem megy át a Turing-teszten, és az is igaz, hogy nem látszik, hogy ez bármivel közelebb vinne minket mondjuk a nyelv megértéséhez. Tehát, hogy hogyan tanulunk nyelveket, hogy mi a nyelvi struktúra, hogy mi a nyelvnek, vagy a nyelveknek valamilyen struktúrája. Szóval tudományos szempontból nézzük, akkor nagyon korlátozott hozzáadott értéke van egy ilyen óriási erőforrásokkal létrehozott mondjuk modellnek. Tehát ez alapján akár mondhatnánk azt is, hogy hát így a big data mondjuk úgy, hogy halott, legalábbis abból a szempontból, hogy egyáltalán nem azokkal az előnyökkel járt, amiket gondoltunk, hogy nem hozta azt az áttörést, amit az elején reméltünk tőle, és ez persze lehet, hogy csak annyit jelent, hogy még várni kell, és igazából holnap bekövetkezik a, nem tudom, big data forradalom, ami mindent alapvetően átalakít. De sokkal valószínűbb, hogy nem erről van szó, hanem itt azért egy kicsit szét kell szálazni a dolgokat, tehát hogy a big data az nagy részben ugyanolyan hype, ami volt korábban a szakértői rendszerek, az adatbányászat, vagy akár a gépi tanulással kapcsolatban, és ez a hype mondjuk lecsengett, és akkor ebből a szempontból igaz, hogy a big data halott, ezt így szokták mondani, mondjuk főleg ilyen, nem tudom, üzleti alkalmazásokkal tárgyaló körökben, és nyilván mindig lesz ilyen, jön a következő, tehát most a mesterséges intelligencia a legmenőbb dolog, és valószínűleg az ugyanúgy le fog csengeni, meg a data science is, vagy már lecsengett. Tehát, de ez talán még jót is tesz majd a dolognak, mert egy kicsit hogyha kevesebb a felhajtás, akkor hidegebb fejjel rá lehet nézni erre a dologra, és talán látni lehet az, hogy mi az, amit milyen hozadéka van, és mondjuk társadalomkutatóként, akár például mondjuk különböző nyelvmodelleknek és szövegbányászati alkalmazásoknak milyen társadalomtudományi hozzáadott értéke van.
és meg nagyobb hangsúlyt lehet arra fektetni, hogy ennek milyen társadalomformáló szerepe van, és akkor egy kicsit világosabban lehet értékelni azt, hogy itt mi is történik. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen én is, Márton, nagyon izgalmas és érdekfeszítő előadását. Ahogy nézem, 4 kérdés vettem eddig észre. Elnézést, itt a neve, a meghívó igen, semmi gond. El van írva. Tudom, semmi gond. De hát most már tudjuk, hogy ki ön, úgyhogy ez az előadás is hozzájárult ehhez. Első kérdés, hogy tetten érhető és elemezhető-e, hogy az egyes szavak kategóriák tartalma miként változik meg az internetes adatbázison? Tehát ez a probléma, hogy a értékre tartalmi változáson mennek át a kategóriák. És számít-e ekkor a minta nagysága és minősége? A másik, hát amikor említette a jövő kiszámíthatóságát, akkor ezt mindjárt megfogalmaztam, hogy hát a jövőkutatók szerint a jövő elvileg sem kiszámítható, több okból kifolyólag, vagy nem mondható meg előre, és akármilyen tetszetős ez a megnyugtató vélemény, de hát ugye most látjuk a COVID-19 bekövetkezését, és annak a szinte előrejelezhetetlenségét. A jövőkutatók ehhez más utakat keresnek, és ehhez tud-e segítséget nyújtani az adatbázissal, vagy módszertanilag a gépi tanulás, vagy a big data? Ha igen, akkor erre kérnék példákat. A következő kérdés, a big data szükségképpen maga után vonja-e a big trash problematikát, vagyis nem túl megterhelő-e a sok feleslegesen tárolt adat, például lásd környezetvédelem szerverek következményeiként, ugye a szerverek hűtés adatok tárolása pénzbe is kerül, és környezetvédelmi hatásokkal is jár. A következő kérdés, az ABC-t ugyebár tudod, mondta a fekete királynő. Hát persze, felelte Alice. Én is, suttogta a fehér királynő. Majd sokszor átismételjük együtt, és elárulok egy titkot. Egybetűs szavakat is el tudok olvasni. Hát nem nagyszerű, de azért ne csüggedj, majd te is megtanulod, ha itt lesz az ideje. Tehát ez Alice Tükörországban című művéből egy részlet, és most ez a kérdés nem önhöz, hanem Retek Mihályhoz van intézve. Remélem itt van még. A kérdés a következő. A forgatókönyvekre alkalmazható gépi tanulás alapegysége a szótő, ugyanakkor a hangoknak is van jelentéstartalma, például, amikor azt mondjuk, hogy á, vagy csodálunk valamit, akkor ú, ellenszenvet is kifejezhet meg rajongás, de kész felülemelkedni rajta. Létezik-e olyan gépi tanulás, például a magyar nyelve, amelyben az hírfolyamok hangjainak hosszú, több éven át tartó leképzéséből kiindulva a hozzájuk társítható jelentéstartalommal együttesen vizsgálva következtethetünk-e legalább a jövőre? Tehát ezek a kérdések lennének, akkor ebből az első három a Mártonhoz szól, és egy pedig a Mihályhoz. De ha van hozzászólalója ehhez az utóbbihoz, azt szívesen vesszük. Köszönöm szépen a választ. Köszönöm a kérdéseket. Tehát az első kérdéssel kapcsolatban egy picit érinti talán az utolsó kérdést, ami már ugye nem hozzám szól közvetlenül, hogy itt mi van a szavak tartalmával, azok mennyire megragadhatóak, ugye hát ez nyilván egy nyelvfilozófiai kérdés is, vagy nem tudom, nyelvszociológiai kérdés is, de mondjuk ugye
2010-es évek közepétől népszerűek az ilyen szóbeágyázási modellek, amik részben alkalmasak arra, hogy valamilyen módon megragadják szavak jelentését. Azzal, hogy megnézik, hogy adott szavak milyen más szavak környezetében fordulnak elő, tehát ez valamilyen értelme körkörös módon egymást definiált dolgok, mert ennek nyilván van nyelvfilozófiai háttere, Firth vagy Wittgensteinre lehet gondolni, de nagyon érdekesen jól működnek ezek a dolgok, tehát mindenféle szintaktikai, meg szemantikai analógiás feladatokat is nagyon jól teljesítenek, tehát ha akarom, akkor megragadható a szavak jelentése, legalábbis annyira, hogy látjuk, hogy mely szavak jelentenek hasonló dolgokat egymáshoz, és ezeknek a változása követhető is, és valamennyire követhető a többértelműség is, tehát hogy tehát most már egyre jobb és jobb ilyen szóbeágyázási modellek vannak, és minél nagyobb korpuszokon vannak ezek úgymond tanítva, annál szofisztikáltabban, vagy jobban meg tudják ragadni a szavak különböző jelentéseit, vagy egymáshoz való viszonyait. Tehát, és nyilván számít a minta nagysága és minősége, tehát, hogy minél nyelvi értelemben minél sokszínűbb, minél nagyobb a korpusz, annál inkább le tudja a modell képezni a jelentéseket. A jövő kiszámíthatóságáról, hát én azt gondolom, hogy nem tudok sok biztatót mondani, így big data vagy gépi tanulás oldalról sem, nem hiszem, hogy ez bármivel kiszámíthatóbbá tenni a jövőt, mint korábban. A big trash pedig abszolút létező probléma, tehát valóban nagyon sok adat gyűlik feleslegesen, abban az értelemben, hogy aztán nincs hozzáadott értéke, tehát a Tesla-nál is így van, ahogy mondtam, az idő nagy részét a teljesen standard vezetési szituációk teszik ki, amiket tulajdonképpen aminek a képi anyagát, vagy nem tudom, szenzoranyagát sem értelme eltárolni, mert azt amúgy is meg tudja oldani a szoftver, semmit nem ad hozzá a dologhoz, ezeket az edge case-eket kell keresni, és ez nagyjából minden adatbázis, vagy adatelemzési esetben így van, hogy és például a szóbeágyázási modelleknél is, hogy a gyakori szavaknak elég hamar kialakul úgymond a jelentése, tehát a szóvektor ebben a modellben, és azokkal utána nem érdemes foglalkozni. Tehát, hogy a másik dolog meg az, hogy ezek az óriás neurális hálók, amikhez nagyon sok adat kell, azok hát nagyon komoly számítási kapacitás igényűek, tehát nagyon komoly számítógépek óriási energiaigényel nagyon sokáig futnak, amíg ezeket tanítják, az nagyon energiapazarló, nyilván környezetszennyező is. Egyébként ebből a szempontból van pozitívum, például a GPT-3, az ilyen transform alapú modellek, azok nyelvmodellek végre olyanok, amiket nem kell mindig is újra és újra tanítani, hanem a speciális feladathoz lehet alakítani minimális energiabefektetéssel, tehát egyszer kell, úgymond, összegyűjteni a sok adatot, és eltárolni, és végighajtani a tanítást, amit ebben az esetben ilyen sok millió dolláros költségre rúgott. Tehát nem hiszem, hogy ez a szempont egy hamar előtérbe kerül egyébként. Annyira sok gazdasági haszna van az ilyen big data alapú mondjuk modelleknek, hogy az bőven a cégek számára legalábbis bőven kompenzálja mondjuk a nem tudom, energiak, meg kiadásokat, meg számítási kapacitásvásárlást. Úgyhogy amíg a környezeti károkat externalizálhatják, tehát nem kell beépíteniük a költségeikbe, addig ez a szempont nem fog érvényesülni szerintem. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most felkérem Retek Mihályt, hogy a hozzáintézett kérdésre röviden válaszoljon, bár tudom, hogy erre nem lehet röviden válaszolni, de ha még itt van. Igen, itt vagyok még én. Na, próbáld meg röviden. Köszönöm szépen a kérdést, elég érdekesnek tűnik. Az előadónk egy részét, hála az Istennek, megpróbálta megválaszolni helyettem, így az ő kicsit előnyben vagyok. Igen, a szenárióépítésben nem nagyon tapasztaltam azt, hogy érzelmi jelleggel töltött szavakat
használnak a stakeholderek, inkább azt vettem észre, szerintem ezt te is alá tudod támasztani, hogy inkább próbálnak minél formálisabb szavakat használni, és a szlenget próbálják kiszűrni. Biztos vannak módszerek a magyar szakirodalomban is, nekem nagyon ezzel nincsenek tapasztalataim. De hogyha mélyebben bele akarunk menni a témába, olvastam jó néhány könyvet, ha jól emlékszek, afrikai társadalmaknál, még a szavak mellé mimikákat, és egyes törzseknél még tapsolnak is a szavak mellé. Szóval ezekkel nagyon nehéz bármit is kezdeni szerintem. De a pozitív és a negatív jelentéseknél már egyre több helyen láttam, hogy smiley-kat is jócskán pakolnak az adatbázisokba. Köszönöm szépen. Hát igen, mert a fiatalok írták a forgatókönyvet, náluk ez alapvető. Persze, persze. Hogy rövidítenek, meg érzelmileg is kifejezik magukat. Köszönöm szépen. Én úgy látom, hogy az időnk is letelt, Nick, rövidesen, és nincs is több kérdés. Akkor én nem akarom összefoglalni, mert ez szinte lehetetlen is, de úgy látszik, az én benyomásom az, hogy a mesterséges intelligencia és gépi tanulás kapcsán jelentős tudományos eredmények kerültek elő, és örvendetes, hogy fiatal kutatók mondták el a kutatási eredményeiket, de nem csak ezeket, hanem az, hogy milyen megoldatlan feladatok vannak, tehát úgy tűnik, hogy van a jövőre nézve is mit kutatni. És mind a jövőkutató, mind a jövőkutatás, mind a statisztika terén új és érdekes témák nyílnak meg, és a jövőben is a két módszertani tudomány egymást segítve, vagy egymást ellenőrizve tud együttműködni, mert adatok nélkül továbbra sem fogunk tudni élni, és a statisztikának is ez a kenyere, és a jövőkutatónak is, bár ugye a tartalmi kérdések mind a két területen egyformán fontosakká válnak. Én azt kívánom, hogy mindenki folytassa tovább a kutatási témáját, sőt, akinek nem ez a témája, azok is tudjanak ebből meríteni, mert szerintem nagyon sok kereszthatás érthető el, és gondolhatunk a saját kutatási témánkra is közben, és ezekből meríthetünk ötleteket, ahogyan továbbra. Köszönöm szépen, hogy ennyien részt vettetek, és ilyen jó előadásokat tudtunk itt meghallgatni, és ha más nem, akkor következő évben reméljük már, hogy nem online, hanem élőben fogunk találkozni. Köszönöm szépen még egyszer az előadóknak a kiváló előadásokat és a résztvevőknek a itt létét és kérdéseit, és ezzel elköszönök. Szervusztok, viszontlátásra, és majd jó étvágyat kívánok az ebédhez.